Hello, hello, srácok! Szevasztok! Üdv mindenkinek! Boldog új évet! Ismét itt vagyunk. 2023 is on! És hát mivel mással, ha nem a világ leges-legjobb, minősítetten leges-legjobb videójátékával, a Minecrafttal kezdjük ezt az évet. Ha már az elmúlt években minden fos volt, mindenkivel történt valami szomorú globális válság van, halunk meg minden, akkor 2023-at jobbá kell tenni, és ehhez a legjobb dolog a Minecraft. Úgyhogy teljesítettétek a kitűzött LEGO célt, én készen állok testügyileg, és meghódítjuk a világot. Season 2 legutóbb abba maradt szomorúságosan ez a széria, úgyhogy hát az a cél, hogy most idén úgymond befejezzük, és meg legyen ölve az Ender Dragon, ami tudom, hogy nem a Minecraft vége, de én addig szeretnék eljutni, úgyhogy meglátjuk, ez sikerül-e. Üdv mindenkinek, szevasztok srácok, itt a Twitch-en, pacsi a YouTube-ra is mindenkinek, rengeteg újdonság van, tudom, majd beszélünk róla, lesz rá idő, megmondom nektek az őszintét, hogy izgulok. Tehát, hogy kimaradt másfél hét a streamelésből, és úgy ülök itt, hogy így eskü remegek, hogy nem csináltam ilyet már ember emlékezet óta. Itt vagytok 1000 millióan, nem tudom, működik-e a hang, hát semmiről nem tudok. Minden rossz, minden izgalmas, lányos zavaromba azt se tudok, hogy hova nyúljak. A támogatások már most addig pörögtek, hogy ha jövő január 1-ig olvasnám se, jutnánk a végére. Új mikrofon is van, új kamera is van, új fények is vannak, amúgy annyi minden újdonság, hogy el se kezdek róla beszélni. Srácok, remélem, hogy kellemesen teltek az ünnepek, remélem, hogy tudtatok pihenni. Arról nyugtassatok meg, hogy technikailag minden működik, mindent láttok, mindent hallottok, jó a stream, aztán a többiről majd úgyis sorjában beszélni fogunk. Gondolom úgyis a Minecraft-tel kapcsolatban is rengeteg kérdésetek van, mit fogunk csinálni, hogy fog működni. Kezdjünk bele, mert zavarba vagyok. Hát na, esküszöm nektek, nem viccek, zavarba vagyok. Volt másfél hét kihagyás, az elég volt, hogy elszokjak ettől, de már nagyon hiányoztatok, úgyhogy hát itt volt az ideje, hogy elkezdjük a működésünket idén is. Srácok, vágjunk bele, kezdődjék a Minecraft, és minden kérdésre választ fogtok kapni. Jó szórakozást, ne felejtsétek el, hogy van szabályzatunk a nessai.tv/rules oldalon, tudom, hogy rengeteg nebuló is itt van velünk, kitartás nektek a szünethez, jó pihenés, srácok, azt tessenek elolvasni, és az egyetlen és legfontosabb dolog, tudjátok, hogy hogy működik a backseat, srácok, lehet segíteni majd, lehet majd tippeket adni, egy dolgot ne csináljatok, mert azzal a modokat is kiégetitek, meg engem is. Ne mondjátok meg, hogy mit csináljak. Ne mondjad, hogy oda menjél, azt szelidíts meg, azt építsé, hanem mondjad, hogy lehet, hogy érdemes lenne enchantolni Nessai, mert a dödödödödödöd. Csak ne utasítgassál, senki se szereti. Mi meg szeressük egymást, csapassuk ezt a játékot, öljük meg az Ender Dragont, azt érezzük jól egymást. Ez a mondás, ezt tartsuk meg. Mehet. És remélhetőleg minden egyéb más is működni fog. Például most nem laggol nagyon a stream, de tudom, hogy igen, de itt nagyon erőforrás igényes ez a videójáték. Nyugi, mindjárt működni fog. Jaj. Lehetőleg ne halljak meg. Igen. Nagyon lassan indul. Ez a Minecraft, ez olyan videójáték, hát ehhez képest a triplás dolgok azok pillanatok alatt elindulnak. Na, ez az. Működik, nagyon jó zene van, magyar felirat, Minecraft Java Edition, Made in Sweden, tehát reméltek egy kérdésre már választ is kaptatok, a Java edícióval fogunk játszani, ezúttal is használok textúra és shader pakkot, és ezúttal sem tudom egyiknek sem a nevét. Úgyhogy vissza, meg tudom azt nézni valahol? Forráscsomagok. Fateful 64X, ez a textúra pak, amit használok. A shader meg nem tudom melyik, valamelyik, majd azt is vala. Shader pak, BSL, ezeket használom. Srácok, új világot fogunk kezdeni. Nem az előzőt fogjuk folytatni, hanem egy teljesen új survival.
világban próbálunk szerencsét, természetesen Survival-t fogunk játszani, nem hardcore-t és nem kreatívod. Teljesen jó lesz nekem alapvetően a Survival cucc. Mi az a Fabric? Fogalmam sincs, srácok, hát én megpróbáltam beüzemelni a Minecraftot, hát ne térjetek föl keresztkérdéseket, hát annyira hülye vagyok ez a játék, mármint nem, nyugalom, ezt kevesen tudják, én egy Minecraft veterán vagyok, tehát mindent tudni fogok, egyáltalán nem lesz szükségem a segítségetekre, 10/10-es gameplay várható. Egy játékos mód, mivel 2023-ra sok minden változott, de egy dolog nem, tehát hogy nincsenek barátaim. Az lesz a világ neve, hogy legjobb vidis. Ez lesz a neve a világnak, a túlélő normál. Ennyit kell beállítani. Én egy dolgot szeretnék, hogy ne a jungle biomba rakjon minket a játék, úgyhogy remélem ez sikerülni fog, mert azt utálom az elején. Úgyhogy léci, én ennyit szeretnék. Semmi hardcore, survival, az önmagában elég hardcore nekem, ne aggódjatok. Abba a pillanatban nem jungle, figyeljél! Nagyon jó. Plains. Ez az, a legnehezebb dolgot megugrottuk. No! Há, hölgyeim és uraim, mivel én professzionális Minecraft játékos vagyok, ezért tudom, hogy először a fákat kell ütni. Tehát figyelj ide, így kell csinálni. Ezt így nyomni kell a bal klikket, és akkor már hullanak is, így szépen ki, így a fának a törzséből a blokkok. Ezt nem sokan tudják, de érdemes így elkezdeni, mert akkor ebből tudtok majd építeni. Ugyanis a Minecraftban lehet építeni dolgok. Méhecske! Szia! Úristen, hát majd el is felejtettem, hogy el kell nevezzük a dolgot. Na jó, erre nem állok készen. Na most nagyon fontos a Minecraftban, hogy ne hagyjátok, hogy egy millió más dolog eltereljen titeket a céljaitoktól. De már itt is vannak az első barátaink, akikkel majd foglalkozni fogunk. Az teljesen jó lesz. Zümi. Így van, a kis Zümi. Megpróbált bejumpscare-elni. Kéne még rá hang, nem? Adjunk már rá hangot, hát menjen. 100. Nagyon jó. Na, inventory, meg inventory. Így van. A rönkökből deszkát kell csinálni. Így, ezt kevesen tudják. Így, igen. És ebből majd barkácsasztalt és botot kell csinálni, de először nézzünk körül, nem? Tehát, hogy csirke. Na jó, ez az. Na jó, te maradj itt. Mi legjobb barátok leszünk. Oda menjél le? Menjél le, könyörgöm, oda menjél le. Ne, oda le. Akarodjál le? Így. Te itt fogsz maradni. Az lesz a neved, hogy Béla, és ott maradsz. Nagyon jó. Na jó, Béla, maradj ott. Érted, még esküszöm, hogy vissza fogok jönni. Na, csináljuk meg a crafting asztalt, mert addig a chat nem fog megnyugodni. Na, tehát a crafting asztalt úgy kell csinálni. Így kell csinálni a crafting asztalt, és botokat is érdemes csinálni. Így, tehát 24 botot így kell csinálni. Ez az. Nagyon jó. Na most a kraftolós asztallal, a kraftolós asztalt így le kell rakni valahova, ez nagyon fontos, hogy lerakjátok valahova, tehát mondjuk ide, és akkor rákattintunk a jobb klik, pontosan. Na most, mivel én Minecraft veterán vagyok, srácok, ezért én fejből tudom, hogy hogy kell megcsinálni az eszközöket. Van, a kezdőknek van ilyen receptkönyv. Egyébként nekünk ez nem kell. Tehát ide raktok egy botot, meg ide egyet, és ide, és az ásó. Így van, így az ásó. A kapa az nem, hogy van a... Ja, ott a fejsze. A fejsze, így van, és akkor kell a pikex, így. Hát basz meg, esküszöm, ne az, hogy tapsoljatok, de hát azért mégis legyetek olyan kedvesek. Ez az. Nagyon jó. Úristen, nagyon izgalmas. Na most hát körülbelül pont olyan gyorsan tudom rotálni az inventory-t, mint a PUBG-ban, de ez lényegtelen. Nagyon jó. Ezt föl is szedhetjük amúgy, mert meg kell találjuk, hogy hol legyen a bázisunk. Nézzük. Ugye legutóbb, hogyha emlékeztek, akkor így a puszta közepén hát így építettünk egy házat. Most így szeretnék valami izgalmasabbat csinálni.
Nyugi, nyugi, azt, vannak bénák, akik leesnek, de én Minecraft veterán vagyok, tehát én nem esek le. Végig figyelni kell a környezetünket, és akkor nem lehet így ilyen helyekre leesni. Így. Ez az. Kell-e nekem egy hegy? Szóval legutóbb így a puszta közepére építettünk, de most én szeretnék ilyen föld alatti bázist csinálni, mert azt gondolom, hogy az menő. Ennyire nem akartam ezt a zoom kamerát túlhasználni, de oda nézd már! Abba a pillanatban ingyen portál! Nagyon jó. Mondjuk kicsit idegesít, hogy a zene hangos, de ezzel ne törődjetek. Azt a megcsinálták félig nekünk itt a portált. Add már ide a lootod. Ez mi az? Jobb klik. Ott az aranysisak. Aranysisak 2. Így. Aranymelvért, obszidián, kovakő, tűzgolyó. Hát vannak ilyen, tudjátok, tehát aki pro Minecraftos, annak nem kell így lemenni obszidiánt bányászni, nem az így ott van. Jó, hát akkor itt lesz a Nether portálunk, akkor ide kéne csinálni a bázis, nem? De hát itt nincs. Az mi az a láva genyó ott? Ott egy lávató. Ezért nem szabad nekem ezzel a játékkal játszani, mert egész egyszerűen megállás nélkül eltereli a figyelmemet minden. Ez itt mi? Ilyen van, hogy ilyen szemétégető a felszínen. Hát azt hittem, hogy a láva az csak a föld alatt van. Na jó. Hát akkor itt lesz a bázisunk, ha már itt van Nether portál, itt van a méhecskéknek a lakása. Ja, az narancslé, nem láva, írja Fali Kárpit. Ha belesétálsz, egyből kapsz gyémántot. Humor! Istenem, a humorbajnokság helyi győztesei. Na, itt lesz a házunk, itt lesz a házunk, ez a házunk lesz. Tehát nem tudom, figyeltek el, mutatom, ez már a házunk lesz. Így valahol itt lesz. Amúgy fogalmam sincs, hogy... De várjatok, amúgy tenger is kéne. Mert hogyha nincs tenger, akkor nem jutok el sehova. Hol lehet itt látótávolságot? Adj már. Énetek, aha, mondjuk ott... Ott a falu! Ott a hegy. Ez egy előre generált seed, csak úgy írtam be, hogy nem láttátok. Ennyi. Akkor a Nether portál bekaphatja. Azt majd megépítjük, ott is van. Oda fogunk menni. 2023 a szerencse éve, srácok. Én mondtam nektek, professzionális videójátékos karrierünk egy újabb fejezetéhez érkezett. Már ott is van a falu. Úristen, és akkor már egyből tudjuk lopni majd a falusiakat? De az egy falu volt, ugye? Ne, pofád, te voltál? Szépen beszélje, mert bajok lesznek. Itt van cukornád is, azt nagyon kell a cukornád. Köszönöm. Azt is vittem. Meg majd visszajövünk érte. De az egy falu, nem? Főni, nyomj egy F5-öt. De hát te nem parancsolsz nekem. Ja igen, a skinemet. A skinem, ez a skinem. Nem tudom, honnan töltöttem le, egy pingvin vagyok. Nagyon aranyos. Küldjétek a tier 3-at, köszi. Kicsit Mordor? Amúgy? Mondtok valamit. Na jó, onnan fogjuk az emberrablásainkat elkövetni. Itt van egy hegy, amibe bele tudok építeni, ilyen kis törp leszek. Nagyon jó lesz. Nézd meg, ott folyik ki a láva, a semmiből mondjuk, de ez részletkérdés. Sokan aggódnak, hogy még egy forintot nem bányáztam, de ez nem lényeg, mert ott a falusiaktól el fogunk lopni mindent, amire szüksége van a testünknek. Nézd meg, itt fogjuk beépíteni a dolgokat. Itt lesz a házunk. Itt éle le is rakhatjuk a barkácsasztalt. Itt fogunk lakni. Ide fogunk beépíteni. Nagyon jó. Árnyékos. Délbe árnyékos, nem fog izzazni a hónaljunk. Teljesen jó. Na mehet. Átmegyünk a faluba. Kevesen tudják, de hát azért vagyok itt, hogy megtanítsalak benneteket Minecraftozni. De ágyat a kezdők csinálnak. Tehát aki ágyat craftol az MC-be, mi csak így hívjuk MC játékosok a játékon. Szóval lényeg, hogy ágyat nem craftolunk. Tehát ágyat lopni kell, ezt kevesen tudják. Mármint nyilván utána lehet majd, de hogy azt vinni kell.
Na haló? De hát ez be van pókhálósodva. Hát ez olyan, mint Mari néninek a pu... Mi? Bocsán, haló? De hát... Na, hát haló? Mi az, hogy zombi falu? Mi az, hogy kettő? Hát hol vannak a barátaim? Nem már. És akkor most itt nincs senki? Hát mi az, hogy... Édes Istenem, hát a magasságokból a mélységekbe így kell eljutni. Na jó, azért ágyuk van a zombiknak is, nem? Hát itt így nem lesz emberrablás. Na jó, ágyuk van. Mivel kell kiszedni az ágyat? Add ide. Jó. Hát ennek nem örülök. Semmi gond. Semmi gond. Ahhoz, hogy elérjük a magasságos boldogságot, srácok, először messze menő mélységekig kell lemerülni. Hangereje jó lesz a játéknak amúgy, vagy vegyem följebb? Annyira nem hangos. De még hozzá kell szoknom ez az új fejhallgatóhoz, úgyhogy szóljatok, hogy jó lesz-e így. Jó, na el kéne kezdünk amúgy bányászni, mert szét fog tiltelni a csend. Nincsen még ennivalom semmi, vissza kell menni megölni a teheneket. De itt ez kiváló kezdés. Viszont ugye kellene találjak szenet. Az a baj, hogy már átállították a játékba, hogy hol van a szén. Úgyhogy már fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Márja, a respawn pontot mentsd el, köszönöm. Volt itt szén, srácok? Itt a mordori megoldásnál, ezt az auto jumpingot, ezt majd ki kell kapcsoljam. Ott a szén. Na várjál, a fa, ja, előbb kő kell, ugye? Nyugi, tudom, professzionális vagyok. Így. Így. Kell a kő. És vissza kell menjek egy kőcsákányért, mert azzal tudom kiszedni a szenet. Hát persze, hát tudom én, srácok. Azt hiszitek, hogy nem tudom, de hát mindent tudok. Az nem kő. Az mi? Azt te ránézésre megmondjátok? Hát szürke szürke, az Isten áldjon meg benneteket, sóder, tudod mi a sóder? Te vagy egy sóder, ez mi akkor? Onnan tudjátok, melyik a kő? Mind a kettő szürke, melyik a kő? Hang alapján. Na vedd már a kezedbe a csákány. Na most kicsit amúgy beszartam, mert este van. Nyugi, nyugi, ezt speedrunolni kell az ágyunkig, nem lesz semmi baj, nem spónol semmi. Nyugi, 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 úgy is van, jó éjszakát. Első nap túlélve. Így is van. Nagyon jó ötlet lenne mondjuk felöltözni. Igen, ha már lootolgattuk az arany cuccokat, így nem ártana használni. De vágjátok ezen még encs? Mending van a sisakon. Az önjavítás az a mending, ugye? Ennyi. Na jó. Túléltük az első napot, srácok. Főleg felfedezéssel töltöttük. Nyilván sokan a Minecraft speedrunnerekhez vannak szokva, de ez egy kaland. Na azt mondtátok, hogy ami nincs textúra, az a kő. Jó, tehát ez. Aha. Kőkorszak. Nagyon jó, kőkorszaki szaki vagyok. Na most, akik ilyen béna Minecraftosok, azok nem mernek lefelé ásni, de ez amúgy hazugság, tehát csak az nem mer lefelé ásni, aki csicska. Ezt majd mondjátok el a kis Minecraftos barátaitoknak, aki pro, az így simán mer lefelé ásni. Csak mondom nektek, hogyha valaki így ezzel emberkedne, akkor nyugodtan szóljatok neki, hogy ez 2017-ben volt utoljára, hogy nem szabad lefelé ásni. Na, megcsináljuk itt a kőeszközeimet, pattintott kőeszközeimet, és akkor megyünk szénér. Ez az első feladat. Így. Nem ez kell, erre kattintsá. Na jó, add ide a receptkönyvet. Kőcsákány, köszönöm szépen. Azt majd tüzelőnek bedobjuk. Meg kell csinálni. Kell csinálni, hogy hol kell tüzet csinálni? Várjál, tűz. Van a készülék, amiben így belerakod a dolgokat, és akkor tűz. Ott van kemence. Hát ezt a szót kerestem. Fejből tudom a kemence craftingot. Hát oda rakd rá, a kis tulipánra rakjad rá. Úgy, köszönöm szépen. Jó. Normál nehézségi szinten nincs éhelhalás, ugye? Tehát, hogy így nem halok meg, ha nem eszem. Majd bedobjuk a facsákányt, azzal majd megégetjük a dolgokat. Na, szén. Szén következik. Az automata ugrálást hol lehet kikapcsolni? Esküszöm, hogy megőrülök. Ott. Köszönöm szépen a türelmet. Így. Na. Amúgy nekem szánt szándékom volt beszélgetni, de az a baj, hogy még az eleje nagyon izgalmas a mány. Na most ez itt örökké lefelé fog hullani?
akarod meg, és nem tudok behatolni. Hát a magánéleti problémáim átsugároznak, már mint hogy nyugi, így. Ez az. Ez egy nagyon vaskos szén csönk. Látjátok? És már szárnyalunk is az XP-vel. Azt hittétek, hogy béna vagyok, és ki fogtok röhögni, és azért néztek, mert elképesztően hülye vagyok a Minecrafthoz, de már ott is van a szén. Na most kinevetset! Na, nagyon jó. Meg fogjuk inni a narancslevet nem sokára, ne aggódjatok. Így. Na. Ez az. Szépen hazamegyünk. Jó. És akkor szedtünk szenet. Abból kell fáklyát csinálni. Hol a botom? Így. Csinálunk egy kis fáklyát. Na jó. Kéne ládát is csinálni, csak kevés a fám. Ki kéne még ütni néhány fát. Mondjuk kéne csinálni kőeszközöket is. Abba a pillanatban level 2. Így van. Köszönöm. Várjatok. Hol? Várja a barkácsasztal. Kő. Ezeket dobjuk már be a izébe. Azt mondja, kőkard, hogyha verekedésre kerülne a sor, az kell. Kő, ja, ennyi kövem nincs is. Ez nagyon bonyolult ez a Minecraft. Azt hinnétek, hogy az embernek rendelkezésére állnak a resource-ok, de nem. Így. Ez a kis fa, ezt úgy, de várjátok, ezt nem így kell csinálni, hanem van ilyen kovakő. Hogy kell? Így? Jézus! Nyugi, én csak a fát akarom fel... De gyúlok a testem, bazd meg. Jó, nyugi. Szóval, csak el akartam tüntetni az ágakat. Így. Köszönöm szépen. Milyen jó hangja van. Szerintetek én is meg fogok gyulladni, hogy bezártam magam egy égőfába? Ez kevesen ismerik ezt a taktikát. Csak én ugye Minecraft veterán vagyok. Jaj, ebből baj lesz. El kéne menni kajáért. Nézzük már meg, mi van a hegy túloldalán, mert az a baj ezzel a játékkal, hogy annyi mindent lehet benne csinálni, hogy mindig elkalandozok. Egy feladatot jelöljünk ki. Srácok, segítsetek, mi legyen a... Szerezzünk enni, nem? Szerezzünk enni. Jó, ezzel se, hogy a tűz ott abba fog maradni szerintetek? Szerezzünk enni. Itt voltak ilyen tehén jellegű, ott vannak. Tényleg, meg a zombi faluból el kell lopni a kaját. Tényleg, köszönöm. Nagyon jó. Ne is írjatok többet, mert elfelejtem. Tudjátok, hogy aranyhaléval vetekszik az agyam. Megölünk pár tehenet. Mi? Sajnálom. A petások ne nézzenek ide. Ott van a kis... Édes Istenem, de aranyos! Nézzétek meg! Gyere már ide, mutasd meg a csemetédet. Nézzétek meg, milyen kis aranyos... kis tehén! Hova lett? Elment a kis... Milyen izé? Szégyellős volt, és el... Na, semmi baj, még ezt megöljük. Gyere, így. Nagyon jó. Mutassak nektek egy professzionális trükköt a Minecraftban, ezt kevesen ismerik. Tehát például a profik úgy nyomják, hogy föl kell gyújtani a tehenet. Tehát, hogy... Mi nem tudom föl, hogy állj már meg! Állj már meg! Sajnálom. Állj meg egy picit. Úgy, nagyon jó, ezt így is. Belement a vízbe, bazd meg. Ez egy etehén. Automatikusan belement a vízbe. Ha honnan tudja? Ő él. Jó, ő meg kell maradjon. Ő ezt állján, ott maradjál itt. Te leszel az alfa tehenünk. Te fogod szaporítani nekem a többi tehenet. Mert te ilyen okos vagy. Érted? Maradjál itt, légy szíves. Ő lesz az alfa tehén. Nem gyerek, ne gyerek ki onnan, légy szíves. Úgy. Ez az ő génjeit tovább tudjuk örökíteni a tehén populációban, akkor elképesztő teheneink lesznek. Ő itt marad. Nagyon jó. Sokan arra fókuszálnak a Minecraftban, hogy így gyorsan házat építsenek, meg ládákat, meg legyen a megfelelő utánpótlásuk a különböző nyersanyagokhoz. Nem ez a lényeg. Meg kell találni a világban
a kiemelkedő alfa példányokat, amelyek segítségével totális dominanciára... Például most megfulladok, ezt nem tudom, hogy miért van, de nagyon nem tett... Na. Tehát, hogy az ender sárkány nem lehet legyőzni mindent lebíró akarattal, meg kubumacis itallal, hanem meg kell találni a megfelelő populációt az élővilágban, akik majd segítenek nekünk ebben. Így. Nagyon jó, kevesen tudják, hogy csákánnyal kell szétütni a cukornádat. Na, kiraboljuk a falut. Van egy kardom, kiraboljuk a falut. Az a baj, az égett tehénből akartam húst venni. Ott vannak a bárányok is. Amúgy a falu alá is betelepülhettünk volna, de most már mindegy. Jó napot kívánok! Kedves bárányok! Nektek még lesz szerepetek a videójáték során, ne aggódjatok. De előbb kilútoljuk a falut. Na most ezek már nincsenek megnőve. Van kapám, nem? Nem csináltam kapát. Az Isten áldja meg, ezt várjatok, mert a pókháló az... Mivel lehet szétszedni a pókhálót? Hát halhatatlan! Hát beragadtam örök életemre, itt fog szem... Na jó van, inkább iszok, tudjátok mit? Itt rohadok meg a... Ja, karddal. Mondjuk, igen, logikus. Nessai, mivel vágnál el egy pókhálót a való életben? Semmivel, valószínűleg belefulladnék, köszönöm. Oh, nem csak a karakterem éhezik, szomjazik, hanem én is, mert fél óra alatt már annyit beszéltem, mint máskor egy évben, azt ugyanúgy nem csináltam amúgy semmit. Na, jobb klik. Alma! Na, ide majd játsszuk be a Just Weedman-es klippet, azzal így nem készültem élőbe. Nagyon jó. Vannak itt ilyen titkos járatok? Ezt föl kéne szedni, hát ez jó lesz ez a sok fa az én házamban, nem? Ezeket elvisszük. Még jó lehet későbbre. Nem építek semmiből sajátot, hát mindent lopok. Minek saját dolog, amikor el lehet lopni a zombiktól? Itt szoktak lenni ilyen szalmabálák is a falukban, nem? Vagy ezt a zombik nem esznek szalmabálát? Az is jó lehet. Az itt van a harang! Az működik? Hogy lehet ott használni a harangot? Ezt el akarom vinni. El tudom vinni a harangot? Mivel kell vinni a harangot? A rönköket üssem ki. Ja, a ládát is el tudom vinni? Ja, hogy effektíve a ládát... Há! Ez egy jó ötlet. Jobb klik a harang. Jó, van még, ezt meg kell tanulnom. Há? Semmiből nem építünk sajátot. Ez az. Köszönöm. Vittem. A harang megvan? Ott a harang, nagyon jó. Szalma. Ja, ott a szalma. Széna, szalma, mi az? Azt is elvisszük. Azt is csákánya, gondolom balta. Ezt mivel üssem ki, balta. Ebből lehet sütni kenyeret, ugye? Aha. Fat loot. Ez az. Na hát egy újabb nap telik el a Minecraftban. És Nessali barát már meg is szerezte az ételt. Azt hittétek, hogy éhen fogok halni, de amúgy nem, mert lemegy a nap, azt itt a zombi falusiak megérkeznek, azt beleoktorolják a szervezetembe a sejtjeiket. Ez ugye elég furán hangzik most így kimondva, de lépjünk le innen valami elképesztő sebességgel, csak nem tudok sprintelni, mert elképesztően éhes vagyok. A Minecraft pingvin karakterünk 63 napja nem evett, konkrétan nincs egy háza, tehát a parton lakik, szerencsétlen Mordornál, de legalább szép az este, nézzétek meg, milyen szép a videójáték. Ja, mondjuk van nálam alma. Jó, de na most ez nagyon fontos, hogy az alma, azokat az almákat ínségesebb időkre tettük félre. Tehát azt gondolhatnátok, hogy hülye vagyok, és teljesen elfelejtettem, hogy van egy rakás almám. Ez természetesen nem igaz, hanem igen. Tehát így. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Na, vedd elő azt az almát. Úgy, ezt testvérem, azt nyomjad be. Így is van, fulkaja, ezt is megoldottuk. Mindig halka játék, amúgy csutkára nyomjad. Úgy, azt akarom, hogy érezzük. Át akarom érezni az egész Minecraftot, a testemmel akarom érezni. Így. Jó. Na, kéne egy láda.
Csináljunk plankeken. Ez az. És láda. Szövőszék. Nem szövőszék, egy ládát adjál már, te nagyon hülye. Hogy láda. 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 Az, hogy az, várjál, ne, ezt tudom, rossz helyen kerestem, tudom, tudom, nyugi, ne örüljetek meg. Láda. Láda, ott van, láda. Nagyon jó. Kettőt is fogunk csinálni, mert prók vagyunk. Így. Na, rakjad ki az amúgy, ja, hogy egyet elhoztam. Persze emlékeztem rá, hogy elhoztam egy ládát, csak négyet akartam csinálni. Ennyi, nem virá... Jó, ne röhögjél, ne röhögjél, jó? Majd amikor megverem az Ender Dragon, majd akkor röhöghet. Na, mit akarok elrakni? Tegyük be a húst a sütőbe, mit szóltok hozzá? Szén. Tegyél bele egy pár szenet, az süsset ki a húst. Köszönöm. Bepakolunk a ládába. A tűzgolyó, obszidián, a fákja maradjon nálunk. A csákány, ami azzal kéne tüzelni amúgy a csákánya. Azt nem tudom, miért van nála margaréta virág, az hogy kell kidobni dolgokat a Minecraftban, úgy. Jó, elrakjuk az aranysisakot is. Még az irányítást egy ilyen 63 óra, mire megszokom. Búzamag, harang, ovakő, az nem tudom mire jó. Bőr, tonál, szént még berakom, úgy. Tölgyfa csemete. Miért van nálunk tölgyfa csemete? Hát ott van nám. Melyike lehet a hotbarról-e? Q. Köszönöm. Ez az chat. Ládát a ládába. Ezért egy különleges achievement jár, csak kevesen tudják. Meg amúgy akkor már ezt a két fát ültessük el. Tessék, ott egy fa, ott is van egy fa. Na. Még nem fejeztük be a kilútolását a falunak, mert hát ugye teljesen hülye vagyok, és ami másnak 10 percbe telik, az nekem 63 óra. De ezért lesz ez jó. Tehát folyamatosan hisztíznek az emberek, hogy legyen még Minecraft. Mikor legyen, mikor lesz megint Minecraft. Hát most tessék van. Tehát most tehát konkrétan 50 perc azzal fog eltelni, hogy kilútolok egy falut. Tehát örülhettek neki, hogy sok content van. Ott egy tehén. Gyere csak ide. De ezt hogy gondoltad? Azt gondoltad, hogy te csak ide jöhetsz az én zombi falumba, és mindenkivel itt nézegethetsz? Te undorító állat. Vigyázni kell, srácok, mert könnyen ellenségé válhatnak olyan élőlények is, akikről nem gondolnátok, de rosszban sántikálnak, és ezáltal tönkretehetnek nekünk mindent. Na, ott egy gabona. Azt leütöttem a karddal, nem tudom, hogy miért, most ne tegyetek fel ilyen kérdéseket, légy szíves, azémel lehet. Azt a fönti házat kilútoltam? Kéne valami szisztematikát kialakítani arra, hogy milyen sorrendben lootolgatok dolgokat. Halló! Mi vannak ilyen lyukak a padlóba? Tehát ezt azt gondolta a Notch, hogy ez így jó lesz? Látszik, hogy svéd bazd meg, csak a svédek tudnak ilyet kizárni. Nézzétek már meg, hogy néz ki ez a ház. Ilyen, itt egy magyar ember nem csinál. A normális falusi ház nem így néz ki. Csak a svédek tudnak ilyen hülyeséget kitalálni. Na. Az a ház megvan. Nagyon sok házból amúgy nem áll ez a falu, tehát elképesztő fat lootot nem találtunk egyébként. Egy körülnézek, hogy itt van-e valami. De szerintem nincs. Hú, hát micsoda barlang van. Hello, tehenek! Kiszedjük még itt az összes kaját, és utána elkezdek ásni. Tudom, hogy mindenki azt várja, hogy gyémántot találjak. Még itt ezeket kiszedem. Egy pillanat múlva agyérgörcsöt fogok kapni, hogy eltörik a baltám, vagy fejszém, vagy nem tudom mi ez, ami itt nálam van. De tök mindegy, mert karddal üthetem. Jó? Hát most itt mondhatjátok, hogy baltával vagy fejszével kell ütni a szénát, de én karddal ütöm, jó? Mert én elképesztően kemény vagyok. Tehát már ha valaki kérdezi, hogy a Nessai miért kemény, akkor... Hallottátok? Nem a birkát! Takarodj! Hallottam egy szí... Sisza! Cici! Cici, cici, cici! Cici, 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 cici! Már ide, te mocskos álmám, mint cici, kedves cica! Kedves cica!
Várjatok, na most megmutatom nektek, hogy hogy kell macskát fogni a Minecraftban, ezt kevesen tudják, mert amúgy azt hiszik az emberek, hogy hallal kell macskát fogni, de rohadtul, na ezért nem jutok el sehova. Álljál meg, te pat! Állj már meg! Az Isten, jó, most szerencséd van, cica, de még vissza fog térni. Semmi gond. Ő még vár egy későbbi kaland a sziszával. Na. Van még loot. Haló? Nincs itt semmi, ez a játék egy szar. Mármint, hogy bocsánat. Hallal tudod megszelidíteni? Nem, erőszakkal tudom megszelidíteni. Mármint, hogy bocsánat. Igen. Ne klippeljük ki. Jó, hallal fogjuk akkor majd megszelidíteni a macskát. Jó. Ez az. Jó. Kilútoltam mindent? Vagy volt még valami, amit láttatok, amit fontos lenne elvinni? Szerintem ez így jó lesz. Most nem fogom itt egyesével kiütlegelni a dolgokat, majd azt elvisszük magunknak. Na, mehetünk bányászni. Mehetünk bányászni, egy kis követ viszek. Kis követ viszek innen, bár hát ott, ha elkezdek behatolni a hegybe, akkor ott is lesz kő, úgyhogy igazából nem viszek követ. Na, majd visszajünk búzamagért, most nem kell búzamag, 63 évre elegendő almánk van. Úgyhogy most nem kell annyira a búzamag. Na. Menjünk Diamondért. Meg itt a hínárt is meg lehet enni, meg vannak halak, majd megtanítalak titeket pecázni is, jó? Hogy hogy kell pecázni az MC-ben. De most egyelőre ásni fogunk. Jó? Előbb elpakolunk. Elkészültek a húsaim? Ott vannak a vaskos húsaim, level 3 srácok. Légy szíves, tapsoljunk. Jó, köszönöm. Az elrakjuk, azt nem kell, a búzamagot is tedd el, mindent tegyél el. Ott még birka húsom is van egyébként. Egy, eszünk egy jó, jó steaket. Betolunk az arcba. Úgy legyen fullom, persze nem spóroltam semmivel. Várjál, kell a fákja, azt mehet. Mi van még? Ásón van. Jó. Na várjatok. Azért szélesítsük már ki. Mert ez itt ilyen bejárat jellegű lesz majd a mi kis bázisunkhoz. Úgy. Ez már legalább kő, ugye? Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást, srácok. Most nem akartam megtörni a gameplayt, mert így is rohadt hülye vagyok, mint szemmel láthatjátok. De nagyon-nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak. Nem lesz ezzel kapcsolatban változás idén, ugyanúgy meg lesz köszönve, csak most túl nagy a hype. És ráadásul 4000-en vagytok, amitől rosszul vagyok, én nem tudom honnan vagytok 4000-en, de szerencsés áldás kedves családotokra. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de a Minecraft nézés a Twitch-en kicsit olyan, mint a lencse főzelék, tehát ettől jó szerencsétek lesz egész évben majd, úgyhogy ne aggódjatok. Az mi? Haló? Az mi? Ez ilyen nem volt, mikor én utoljára játszottam. Add már ide. Réz! Ha gazdagok vagyunk, Joli! Oda, réz! Mire jó a réz? Ne mondjátok el, hát majd rájövök, hát Minecraft veterán vagyok. Ilyen nem volt, amikor én utoljára játszottam. Kell nekem a réz? Inkább azt mondjátok meg, semmire. Hát ez nagyon degradálónak érzem, hogy azt mondjátok, hogy nem jó semmire a réz. Na, amúgy, ha valakit érdekel, hogy mit csinálok, hát amúgy semmit, de hogy itt megpróbálunk egy ilyen kezdetleges szobát így kialakítani, tehát ez egy ház lesz. Ez most tudom, hogy nem úgy tűnik, de ez egy ház lesz. Hát csak itt kiássak egy kockát, aztán elindulunk lefelé, és hatalmas gyémántozások lesznek, jó? Egy kicsit kell egy otthon, mert úgy érzem, hogy kicsit el vagyok veszve. Most egy 3 év után megint megpróbálom megérteni ezt a videójátékot. Csinálunk egy házat, rakunk rá egy ajtót, és akkor utána már nyugodtan alhatok. Egy házka. Tehát nem egy ház, ez egy házka lesz tulajdonképpen. Még itt ezt itt kiebrudalom. És akkor ez hányszor? Ez 4x4, úgy 4x akárhányos lesz pontosan. Így, teljesen jó. Itt ezt kitakarítjuk.
direkt el akartam törni az ásómat, hogy kicsit meg kell edzeni a karakterünknek az öklét is. Tudjátok jól, hogy meg kell erősödni a fizikai munkától. Nekem is azt mondják, hogy takarodjak el dolgozni. Hát most itt a Minecraftban kicsit használom a kezemet. Ad ide a húst, meg a szenet. Szétütjük. Azt is. Na várjál, ebből ki kéne szedni mindent, mi? Milyen jó, hogy bepakoltam, nem? Úgy. Papja a láda. Ú, esteledik. Most bármikor egy kreper mögém lopózhat, és rektálisan felhelyezheti nekem a saját fejét. Tudom, hogy nagyon sokan ezt amúgy szeretnétek látni, de ez nem fog megtörténni, mert veterán Minecraft játékos vagyok. 3 nap, vagy 4? Már hanyadik alvás volt. De ezt is túléltük. Na. Pro. Oké. Itt egy kicsit így lepakolgatom a dolgokat még egyszer. Miért nincs zene? Nem lehet beállítani, hogy loopolva legyen a zene? Tök csönd van. Mióta lejjebb vettem a zenét, megsértődött a játék. Vagy ez így normális? Vagy én kapcsoltam ki a zenét véletlenül valamivel? Úgy, most elsőre sikerült lerakni a ládát, látjátok? Fejlődök. Furnácia. Mehet a furnácia, a húsokat ott pergetjük. Ez az. Majd beindul. Jó. A láda. Úgy, azokat helyez be. Nem, a deszka az kell. Lehet, hogy kővel fogom ezt kidíszíteni, majd meglátjuk, hogy mivel fogom kidíszíteni. Na. Ha eldobok dolgokat, akkor diszpónolnak egy idő után. Mert tudjátok, hogy OCD van. Tehát ha ezt a csákányt eldobom, akkor azonnan el fog tűnni. Jó. Na viszont kéne csinálni egy másikat. A barkácsasztal. Igen, az még kell. Mi kell csakány? Csak jó, hogy beraktam mindent a ládába. Miért nincs megcsinálva a Minecraftban, hogy a láda, ha közel van a barkácsasztalhoz, akkor automatikusan kiveszi belőle? Így 2. Kardom van. Mi az ásó? Mi fejsze? És akkor most már így profin indulunk. Kell az összes eszköz, és akkor kicsit magamhoz térek. Kéne még csinálni botot. Úgy. Adjál botot, köztest részem. Mi van még? Már írjuk be, hogy kő. Kő. Ásó. Gard. Hó. Így. Kapa. Kapa. Az kell. Hát városi gyerek vagyok, nem értek én ezekhez. Így. Nagyon jó. És akkor ez az ételem. Úgy. Ásó. Kapa. Nagy harang. Petárda gyújtó. Így. Na jó, akkor most megvan minden, és akkor még kell sok fákja. Ez egy kicsit kevés az a fákja mennyiség, de nem baj. Itt még ott nagy rücskökben állnak a szenek. Aaaa! Eső! Aaaa! Most lett igazán békés, meg kellemes a játék. Amúgy viccen kívül rohadtul örülök, hogy újra Minecraftozunk. Olyan chill ez a játék. Amúgy így Loki, tényleg nagyon szeretem a Minecraftot, csak mire beletanulok az elején, hogy mit hogy kell csinálni, nyilván elképesztően hülye vagyok, de hát nyilván azért nézitek, mert ti meg megzavarodtok a röhögéstől, hogy mennyire hülye vagyok benne. De eskütök jó. Szóval én vártam amúgy, hogy nyomassuk. Még egyszer mindenkinek köszi, aki segített a LEGO projektben, hogy ez megvalósulhasson. Nagyon nedves volt tőletek. Na! Hát amúgy akkor már induljunk el erre, ha már erre elkezdtünk ásni, akkor elindulunk erre, mit bánom én. Egy kicsit falazzuk be, mert idegesít, majd nyilván itt mindent át fogok építeni egyébként. És akkor, ha emlékeztek, volt egy szabályunk a Minecraftban, hogy mindig úgy bányáztunk, hogy jobb oldalra raktuk a fáklyákat, mert ugye tudjátok, hogy nagyon hülye vagyok, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni a nagyont, és elfelejtem, hogy merről jöttünk. Tehát ezt úgy lehet kiküszöbölni, hogy mindig jobb oldalra rakosgatjuk a fáklyákat, de először nem ártana egy ajtót csinálni. Tehát nem így fog kinézni a ház, de egy ajtó legyen már. Úgy. Na, hogy volt az ajtó? Nincs elég fám, mi? Na, a hülye gyerek.
Á, de hát kinőtt itt, ezt én ültettem, ez az én saját csemetém. Hú, de gyorsan lehet itt izé. Hát azért ezek a kőeszközök, ezek rakják nekik. Így. Várjál, kintre is rakunk egy fákját, nehogy nekem ide jöjjön valami Johnny, azt itt megzaklasson. Jobb klik. Léc, vagy deszka, vagy hogy hívják ezt magyarul. Ajtó. Ezt emlékszem, ez volt 2 éve is, hogy csak 6-ot lehet csinálni, vagy mi, csak 3-at lehet csinálni, ugye? Hogy nem tudok kevesebbet craftolni, hanem csak 3-at lehet egyszerre. Ezt ki találta ki? Ez megint ilyen svéd dolog egyébként. Csak mondom nektek, ezt is a Notch találta ki, bazd meg. Az IKEA-ba gondolkoztak, hogy hogy lehet eladni egyszerre 3-asával az ajtót. Mert ugye egy jobban megéri a 3-ban, nem? Na most melyik a kifele, befele? Ez így jó? Mindegy. Minecraft kód. Na, mehet a bányászás. Készen kell még valami a bányászatra? Fákja kéne, de hát majd találunk szenet, remélhetőleg. És akkor jó lesz. Kéne még egy csákány, nem? Kívülről rakjam az ajtót? Igen, ezt akartam tudni, csak nem értettem. Jó szedem az ajtót? Igen, ez baltával kell, ugye? Így kell? Ne zsebételjétek a hülye gyereket. Van még nálam szén? Hát jó, de 4 darab azzal, mit csinál? Ja, de hogy még van? Jó, nyugi, láttam. X-el láttam. Így, veri fákja. Na, ezzel akkorákat fogunk menni ennyi fákjával. Tessék, csináltam egy stacket. Most kivette az inventoriból? Ki? És még egy csákányt kéne csinálni. Annyira fura, hogy jobb klikkel kell itt izé baszkódni. Viszont már fejből tudom a csákányt, legyetek büszkék, légy szíves. Na, induljunk már el! Soha nem, ez soha nem lehet ebbe a játékba haladni. Meg áthelyezzük ide mellé, jó? Milyen gyakran rakjam a fákjákat, hogy ne üljenek meg álmomba a mobok? Na mehet. Ez a legjobb része a játéknak egyébként. Építsek házat, mert az mókásabb. Nem, ez a bázis amúgy fixen jó lesz, majd meglátjátok. 4-5 blokkonként 5 blokk. Shift bal klik a minden lekraftolás. Ó, igen, hát majd még meg kell tanulni ezeket a dolgokat. A gyors billentyűket. Na, amúgy elmondom, igen, van egy új chat hype feature-ünk. Ezt a VOD nézők nem látják nyilván, mert csak a Twitch-re érvényes. Az amúgy a követésekkel, szabokkal, meg mindenféle sellout-tal megy, meg a hype emote-tal a chaten. Tehát például, ha elkezditek most spamelgetni a hype emote-ot, miközben elindult a kellemes muzsikánk, akkor majd látjátok, hogy fölmegy maxra. Mondjuk most majdnem maxon van, de elvileg működik azzal, de az nem lett tesztelve, hogy a hype-al följebb megye. Nem látom, mert nekem kicsibe van. Szerintem működik, mert följebb ment, fölment maxra. Jó van. Ez csak ilyen kis tukiság. Én azt szeretném megkérdezni, na jó, hogy megy a zene, tehát hol a loot? Hol a diamond? Hol a diamond? Where is the diamond? Hogy tudom megnézni, hogy hanyas szinten vagyok? 53, az a magasság, ugye? Hát akkor még jó sokat kell menni lefelé. 5-ös a max szint, úgyhogy innentől hiába nyomatjátok, nem fog följebb menni, csak mondom. Persze nyomathatjátok, csak nem fog történni semmi. Megyünk lefelé. Várj, azt tömbe azt a likat. Szabályos lépcsőket építünk. Minusz 59 körül van a gyémánt? Minusz 50 körül. Na már mindjárt ott vagyunk, mit akartok? Jó, amúgy tudom, hogy itt az elején nem kéne dupla lépcsőt építeni, de egyelőre vasunk sincs, vagy mi az, úgyhogy vasat is találni kéne. De ezt így szépen megépítjük, esztétikus lépcsőket hozunk létre. Ez
fontos a Minecraftban. Ennyit bír a kő csákány. Inkább föl kell venni. Azt hiszem a hegytetőn is van már fém, nem? Nem ártam először fém cuccokat csinálni, hogy meglegyen a fém pancel. Meg ezek. Hogy azt hiszem, hogy régen ugye magas helyeken nem annyira volt szén meg vas, most meg már van. De lehet persze, hogy totál fasságot mondok. Tehát ez a Minecraftban nem... eléggé valószínű lehet, hogy én fasságot mondom. Sőt, általában azt mondom. De most itt érzem például, hogy el kell kanyarodni. Tehát egyébként a bányászáshoz nagyon sokat számít, hogy érezzétek az igazságot. Én például itt totálisan érzem, hogy itt jobbra kell menni. Tehát a kezdők itt tovább ásnának lefelé. De én például itt most megéreztem, hogy erre lesz a fat loot. Itt mindjárt találni fogunk egy barlangot. Abba is maradt a zene, ez így a feszültséget próbálja jelképezni. Ja, tegyem a fákját be a izé kezembe, de azt nem tudom, hogy hogy kell lerakni a másik kezemből. Arra mi volt a gyors billentyű? Vagy most jobb klikkelek, akkor fákját rak? Vagy hogy van? Igen? Aha, köszönöm szépen. Így van, most acsizunk. Nem tudom, milyen achievementek vannak a bányászáshoz, de most ez achievement farm. Arra mekkora esély van, hogy elhasználok két kőcsákányt, és egy darab ércet nem találok? Tehát nem az, hogy nem hasznos ércet, hanem egy darabot se. Arra van valami achievement? Ilyen volt a szilveszterem. Köszönöm szépen egyébként a kérdést. Itthon voltam. Tök jó volt. Családdal, barátokkal. El voltunk itthon, teljesen jó volt. Köszi szépen, srácok, mindenkinek a prime-okat, a subgifteket, a felajánlásokat, a segítséget, egymás megbecsülését, az adakozást. Na, hol vagyunk? 36-on. Hát ezzel mindjárt csinálok egy létrát inkább. Kutya, hogy bírta a tűzi játékot? Sehogy. Nagyon nem bírja, úgyhogy nekem az éjfél az kutya ölelgetéssel telik a fürdőbe. Iszek egy viszkit, és ölelkezünk a fürdőbe. A kutyával, míg meg nem nyugszik. Másfél órán keresztül. Nekem általában ez az éjféli program. Hopp, ott föld van! Na ez valamit jelez, srácok, hogy ott földblokk van. Most megtörtént. Itt valami más. Nézd csak meg! Például az, hogy eltört az utolsó csákányom is. Nagyon jó. Nem is vagyunk olyan mélyen. Azt hittem többet haladtam, de nem. Így van, nekem a viszki a nyugtató, a kutyának meg én. Fú, itt ez ilyen fejbeverős. Lett a plafon. Azt hittem nyitva hagytam az ajtót. Craft! Adjál kapát! Más streamernél is unni szoktátok a Minecraft elejét, amikor még nincs semmi? Vagy ezt élvezitek ti? Nem tudom, én nyilván mindig azt hiszem, hogy mindenki mindent un. Én amúgy élvezem, az a legjobb része, hogy ásol és reménykedsz, hogy találsz valamit, de... ha ti unjátok, akkor bocsánat. Azt mondja, hogy... úgy még egy kettesével fogyasszuk őket. Mit fog csinálni ezzel a sok kővel? Ez mi andezit? Kinek van szüksége az andezitre? Srácok, szoktatok úgy Minecraftozni, hogy azon gondolkoztok, hogy de jó lenne most egy kis andezit. De örülnénk neki. Ma most kő helyett egy kis andezitot találnék, milyen jó lenne. Mennyire élném. Mi ez a föld? Én azt nem értem, úgy azt mondjátok el nekem. Amúgy nem tudom, ezt mélyfalasztam be. Halló! Nyomj egy L betűt. Ez mi? Ezek az achievementek? Ó! Ilyen van! Ez mióta van benne a játékban? Én ezt sose láttam. Ó! Hát ez tök jó, hát ez segít, hogy mit csináljak legközelebb. Ez mindig volt. És az előző Minecraft sorozatban 64 epizód óta nem szóltatok nekem, hogy ilyen van? Vagy szóltatok? Csak elfelejtettem?
Hát ez tök, én nem tudtam, hogy ilyen van. De mi volt ez a zaj? Denevér volt, várjásál, itt vagyunk, barlang lesz, barlang hype. Láttátok a feliratot, hogy merre volt a... Bazd meg, és réz. Mit csináljak a rézzel, az Isten áldjon meg benneteket. De most meg elmúltak a hangok. Meg levertem a lámpát. Merről jöttek? Anyjuk picsáját. De most a réz az tényleg nem jó semmire? Akkor mi van benne? Az ilyen szerencsétlen hülyéknek találták ki, mint én. Hop, hop! Hallottátok? Sivított a denevár. De valahol már itt... Itt van! Balról hallottam. Zombi volt. De most már közel vagyunk. Ez földblokk? Várjatok meg, kéne rakni... Valahol csobog a víz. Ú, ez itt közel hörgö. Félek egy kicsit. Halló? Félek, hogy elmegyek mellettünk. De itt vannak mellettem. Bocsánat. Halló? Halló? Ó, vagy... Mi a fasz? Bocsánat. Ez egy családbarát végigjátszás, nem szabad csúnyán beszélni. De lehet, hogy fölöttem vannak. Nem kéne bonyolítani, mert... Elkezdek itt kanyargálni, akkor nem lesz a hatékony a haladás a lépcsőkön. Nem lesz rip. Nem, de innen írja. Úristen, de tőle sokan vannak. Hát itt van a testembe, érzem őket. Remélem, hogy egy spawnert találtunk, mert az baszó lenne, de... Lehet, hogy felettem lesz. Elképesztem, félek, hát innen hallom őket, hát baszeg. Konkrétan körülöttem vannak. Nem fölöttem vannak. Nagyon félek. Nagyon para. Ez biztos, hogy spawner. Alattam vannak. Pont olyan jó hallom az enemiket, mint bármelyik izé játékban. Nem fogok meghalni, mi az, hogy rip? Hol az Istenben vannak? Nem hiszem el, hogy nem tálom meg őket. Ti is ilyen sokáig szoktátok ezt keresni? Elettem. Nincs feltem, mert csak van valami barlang.
De itt hallom őket. Nincsenek felettem. Ez nagyon para. Lefele se látok semmit. Hopp! Az mi az a gernyó? Ott jön valami. Az mi az a szurik? Spán! Az anyátokat! Nem tudok rá! Mi a fasz ez? Mi volt az? Csönd legyen már, az Isten verjen meg benneteket bottal! Hát ott az mik azok a rája jellegű szurikát a szökevények? Azt a fő lehet gyújtani? Főgyújtom őket! Gyertek ide, bassz meg! Na várjatok, mutassak egy epikus gamer move-ot! Főgyújtom azokat úgy abba a pillanatba. Na! Fáj, mi? Kis pszi! Na most legyen nagy a pofátok! Jó, na akkor arra kell menjek? De most ne mondjátok már, hogy itt van alattam az endportál. Mennyi az esélye, hogy az endportál a kezdőbázisomon van? Hogy lenne már az? Meg nem is volt, hogy az más ilyen szikla van ott, nem? Nem ijedtem meg. Az ott egy diamond? Az diamond? Nem, azt ne gyújts fel. Az izé, az a pénz. Az pénz? De honnan jöttek a kis... Ja, várja, innen jöttek? Honnan jöttek? Azt ki tudom ütni a... Nem tudom kiütni kővel, mihá, hogy tudnám. Viszont ott van... Az meg már vas, ugye? Ez az, megvan a vas. A ja, kövekben vannak ezek a kis kreatúrák, amúgy. Ha? A vassal tudom kijutni. Az meg arany? De még mindig nem találtuk meg a zombikat, srácok. De még sziszegnek itt ezek a kis patkányok. Megfejtettétek a hangokból, hogy hol az Istenben vannak a zombik? Egyébként, szóljatok, ha rájöttetek, vissza kell menjek még egy csákányért, amúgy is. Ott vannak. De hát nincsenek itt, ez a baj. Hát itt körülöttem, itt lehelgetik a testemen. Menjünk vissza. Egész jó haladunk amúgy. Na most már találtunk valamit. Na most már lehet félni. Érdemes magaddal vinni a crafting table-t. Igen. Nem, én kicsit örülök, hogy így följövünk egy picit. Nekem ez kell. Még végigrakhatnánk lépcsővel ezt is persze, de kinek van arra energiája? Na várjál, mit akarok? Csákányt akarok csinálni, ugye? Úgy. Egy, kettő... Most már viszek hármat, mert mit szoktatok csinálni a rengeteg követekkel a Minecraftba? Azt mondjátok el nekem. Várjatok, fákját is kéne csinálni. Van szenem? Van egy kevés. Úgy. Azt meg égessed a vázsát. Jó.
Mehetünk tovább. Most túl kell esni ezen. Na mindegy, nem. Titeket is idegesít, amikor folyton beleverődik a karakteretek feje a lépcsőn a plafonba. Égetem a vasad. Beraktam. Úristen, a chat hype minimumon van. Innen lehet tudni, hogy most már elegetek van, hogy nem tálom meg a nyomorék zombikat. Higgyétek el, nekem is elegem van, hogy ennyi idő alatt most már még mindig nem találtam meg őket. Na hol vagytok, parasztok? Most már emlékszem, hogy honnan jöttek a kis molyok. Továbbra is azt mondjátok, hogy lefelé menjek, nem? De itt már halkulnak. Nem hiszem el, bazzek, hogy az első epizódban egy zombi spawnert keresünk, de úgy, hogy semmit nem találunk, tehát egy darabot nem. Azt itt meg endportált sikítoznak. De itt meg már nem hallom őket. Sem ki az úzott követ, amit leraktam. Az a baj, hogy ugye annyira megijedtem az ezüst molyoktól. De itt meg ez az egy van. Hadd gyújtsam föl. Annyira szeretek felgyújtani dolgokat. Na, mint ez a való életben eddig nem tűnt föl, de most itt a Minecraftban nagyon jó. Itt hangosan. De innen jöttek az ezüst genyó. Na jó, hagyatkozzunk az érzékeinkre. Mindenki csukja be a szemét a cseten. Látom, hogy itt van. Csukd be a szemem. Figyeljünk. Ennél már hangosabbak voltak. Aha, nagyon jó. Most érzem a nyakszőrömön. Őke. Redstone, nem az réz. De. Mind a két oldalról hallom őket. Nem, hát látom, én is nézem az irányokat a jobb alsó sarokba. Ennyire hülyének nem éreztem magam, de kinyitok egy rekesz sört, bazd meg, ezeket egyszer megtalálom, én esküszöm nekem. Ezt komolyan mondom, hát mint a pesti éjszakában marad. Izé jobbra-balra keresgélnénk. Vas, nagyon jó. Vas hype, az kell. Ez lucsko, már mint hogy nagy vas. Rönk, epikus loot, epikus gamer loot chat. Följebb vannak, mert itt halkult. De milyen nagy mennyiségben találtuk őket. Most hogy jutok vissza? Áó, mennyit csináltam? 3-at. Azaz, jöjjön a zene, kell valami, ami lenyugtat, mert embertelen, hogy dobogó víz. Most meg már a folyó alatt vagyunk valahol. Most elmúltak a zombik. Nem lehet, hogy kintről hallottuk a zombikat? Elmúltak a zombik. Hát akkor biztos, hogy valami kint volt az. Le kell ellenőriznem, hogy merre van.
Kanye összezavar. Igen, valószínűleg most lett reggel és meghaltak, de azért mondom, hogy akkor... Akkor az nem egy spawner volt. Honnan jöttem? Jobb oldalra raktam a fákjákat? Ez a baj. Ez a baj, hogy most egy kicsit a szépen trenírozott barlangrendszerünk szétesett. Most kicsit visszamegyünk az eredeti útra. Itt vannak. Mi volt ez a titokzatos zaj? Volt valami ilyen univerzum hang. Hallottátok? Nem felettünk, már fölástunk itt tök magasra, nincs fölöttünk semmi. Ha megjelenik a csillag, urul sírva fakadok. Jobbra hörögnek, de hát ott voltunk, ott ástunk. Nagyon idegesítő, nem baj, megyek tovább. Tudjátok mit? Nem érdekel. Majd a Chunk Base-en megnézzük. De... Hopp, az... Ja, egy saját magammal találkoztam, már úgy megörültem, hogy fény van. Én tudok ilyen cheat oldalakat, mint a Chunk Base egyébként. Profi Minecraft veterán vagyok. Azt hiszitek, hogy nem tudom, de hát tudom. Ez a piros mikrofon olyan, mintha egy mak lenne. Admittancia szerintem menj el orvoshoz. Nem akarok beleszólni nyilván, mert ezek magájellegű dolgok, de... Ha rám hallgatsz, akkor... Nem ciki megvizsgálni. Nincs vele semmi baj, de a biztonság kedvéért vizsgáltasd meg. Leveszem a fölösleges fáklyákat. A lépcső végénél menjünk jobbra, de hát itt voltunk eddig is. Az idegesítő, hogy itt már körbeástuk. Nincs itt semmi. Viszont lejövünk ide, hogy erre visszataláljunk. Nem érdekelnek már a zombik. Megyünk le a Diamondhoz. Most már kezdem úgy érezni egyébként, hogy rekordot fogunk dönteni a semmit nem találásban. Mert ez most már ilyen rekordgyanús. Tizenheten vagyunk egyébként. Márhogy... Aztán befalazom, szíjon le. Nem hagyom, hogy eltérítsenek a célomtól. Nem hagyom befolyásolni magamat. Nem erre megyek. Na mit csináltok, társadalom? Mit csináltok, liberálok? Én erre megyek. He? Na most mit csináltok? Én nem arra megyek. Én egy szabad értékekkel rendelkező, erős szigma fiatal vagyok. Befalasztam a smaragdot. Na mi van? Na most mi van? Hm? Másfél órája ütöm a köveket, érted? Másfél órája ütöm a köveket, azt is mondhatnánk, hogy egy szabad kőműves. Nincs semmi cset. A másfél órája ütöm a köveket. Nem találunk semmit. Az Isten áldjon meg bennetek. Hát nincs itt semmi. Ha valami legyen már. Hát nem lehetek ennyire pekkes. Olyan jól indult a szídünk. Ott volt minden. Ha még egy rohadt nether portált is találtunk. 4300-an nézzük, hogy ütöm a köveket. Nincs semmi. Na, ott egy másik kő. Ez az. Az mi volt az? Zúzott mély pala. Ha gondoltátok volna, hogy mély palát fogok találni a Minecraftban? Jelent valamit? Ez már a bedrock? Mi az a mély pala?
Az jó. Menjek a mély pala felé? Nem megyek már semerre, mert úgyse találok semmin. Új bajom. Ne hitegessetek, úgyse találunk semmit, 60 éve megyek, nincs itt semmi. Ég egy adta világon, nem lakik itt senki. Viszont legalább ezt még lassabb ütni. Ebben ez a jó, hogy találtunk egy új nyersanyagot, amit még lassabban lehet bányászni. Jajjaj. Semmi baj, chat. Megyünk tovább. Minden rendben lesz, ütöm a mély palát kegyetlenül. Na vissza kell menni egy Diamond Pickaxe-ér. Na ez meg fehérkő. Legalább ebből egyszer majd nagyon szép... Redstone! Azt ki tudom ötni a kőcsákánnyal a redstone-t, vagy ahhoz is iron kell. Ja, visszamegyünk, azt megcsináljuk a iron pickaxe-en. Csak vassal. Hát igen, vannak Minecraft játékosok, akiknek van vascsákányuk, de mi a nehéz szinten nyomjuk ezt a videójátékot. Kivágjak a vodból majd egy másfél órás részt szerintetek? Mikor Nessali bányászik? Ilyen a világon nincsen, komolyan mondom. Ilyen a világon nincs. Nézzétek már meg, milyen mélyen vagyok. Az első dolgunk az lesz, hogy kiütjük azt a redstone-t, és csinálunk egy lefelé guruló hullámvasutat. Az lesz a volt, hogy beköszönök, és elköszönök. De még zombikat se találunk, semmit. Jaj. Lesz-e benő? Hát lesz benő, gyerekek, de... Lesz-e benő? Hát találjunk bármit. Még szenet se találtam. Csináljak egy Iron Pickaxe-et? Csináljunk, legalább valami történjen. Várjatok, meg kell bot. Édes Istenem, ha van ilyen a világom? Legalább valami progressz legyen. Ne mondhassátok, hogy húztam az időtöket. Úgy, hogy csináljál még kettőt, légy szíves. Menjünk tovább, én nem adom föl. Igen, ez egy alvós vod lesz picit, de hát nem baj. Este van, jó, akkor aludjunk egyet. Jobban járnánk a felszínen egy bánya lejárattal? Most már nem adom föl. Kajával a kezünkbe elaludtunk. Jön a vascsákány. Ez az Nessali. Nagyon jó. Ezzel legalább gyorsabb. Add ide a redstone-t. Valami lootunk legyen. Uff. Ez az. Ötös szint. Ötös szintű Pokémon mester vagyok. Na végre valami. Egyszerre vagyok a legszerencsésebb és a legszerencsétlenebb Minecraft játékos. Ezt nem sokan mondhatják el magukról. Ha egyszer lejutunk. Ha egyszer lejutunk, az olyan lesz, srácok, mint maga a megváltás. Gyerünk. Na, addig, igen, új fejhallgatót is vettem magamnak. Ez az Epos H6 Pro. Mert biztos ez is volt kérdés egy fél órával ezelőtt, amikor még újdonságnak számított, de most ráérünk róla beszélni. Ennek az egyetlen oka, hogy szeretem a változatosságot. A mikrofon az a Logitech Blue Sona. Ez is azért lett, mert szeretem a változatosságot. Igazából ennyi. Ezek vannak. Illetve ha van még kérdésetek, akkor most lehet. Lehet a Q&A. Nem adom el a régieket ilyenkor, nem? Nem szoktam eladni a cuccaimat. Megtartom, bármikor jól jöhet. Fények? Hát kicseréltem a plafonlámpát egy ilyen csíra, olcsó USB-s
USB-s, RGB-s lámpára, csak hogy egy kicsit hatásosabb legyen a fény. Úgyhogy most már a plafon is kéken világít. Nem vágtam le a hajamat, hátra van nyalva, mert hosszú. Mármint, hogy nem voltam fodrász, nem. Az too much effort lett volna. Úgyhogy csak megfésülködtem. Kezdem elveszíteni a reményt. Mondjatok valami bíztatót, srácok. A kamera nem új, mert nem jött meg az új kamera, úgyhogy csak beszereltem egy régit pluszba. F3. Minusz 13-on vagyunk. Engedd el, köszönöm a bíztatást, ez az. Beléd is rúgjanak beléd. Olyan lesz a 2023-as esztendőtök, ahogy velem bántok. Ezt sose felejtsétek el. Szépen haladunk lefelé. Így van, ez egy tény. Mivel teltek az ünnepek, srácok? Meséljetek. Minden jó volt. Ott mély villog kéken a... Mit fog csinálni ezzel a sok mély palával, vagy mi az Isten ez? Ez legalább jól néz ki, hogyha kifaragom? Gondoljatok arra, hogy ebből nagyon szép barlangházat fogunk építeni. Mit hozott a Jézuska? Ja tényleg, amúgy ezért nem találom, mert nem mutattam meg. Harry Potter cosplay felszerelést kaptam, tehát mostantól van Harry Potter szemüvegem, tehát most már látok, átlátok a falakon. Tehát így most már látom, hogy hol vannak a diamondok. És ha valamelyik patkánykodik a cseten, akkor így megfogom a bodzapálcát, és kipcom vele a szemeteket. Úgyhogy nagyon vigyázzatok, mostantól ésszel nyomjátok a cseten, mert olyan avada kedavrát nyomok rátok, ezt meg kéne amúgy törölni, mert tiszta kedva. Ezzel most már látom a hangokat, pontosan. Hol a villám a homlokomról? Hát, ha nem találunk diamondot mondjuk 20 percen belül, akkor lehet, hogy bele fogom karcolni idegből. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges mindaz, ami történik? A nagy számok törvény alapján mekkora az esély erre? Gondoljatok bele, hogy a YouTube VOD arany, na valami, ez az arany, most már az aranyat is ki tudom szedni, ugye? Vagy ahhoz gyémántcsáki kell? Gyémicsáki? De még csak egy denevér hang se. Értitek, egy szaros denevér legalább ide jönne, azt rám húzna, hogy valami. Elég hozzá a vascsáki? Ne hazudjatok. Ez az. Nem lesz gyémántunk, ez egy ilyen gold armor végigjátszás lesz. Úristen, de milyen sokan vannak. Tetszik, hogy ilyen nagy rücskökben nőnek. Kiszívtad? Kiszívta. Menjél tovább lefelé, Nessali. Mik az idei terveim? Elmondanám nektek, hogy mik az idei terveim, de például az első idei tervem az volt, hogy elkezdünk ásni lefelé a Minecraftba, és itt találunk valamit. De hogy gyakorlatilag 2023 jött, látott, és nekifutásból heré rúgott eddig. Ne, ezen kívül, beszéltünk róla, hogy mit terveztem, de úgyhogy ezen a ponton el kell engedni azt, hogy mit terveztünk, srácok. Hát 2023 úgy döntött, hogy ne tervezzél, valami majd lesz. Ásson lefelé, aztán majd az élet egyszer azt mondja, hogy hello. Nessai, ne palaszkodjál. Mert hogy mi pala. Igen, értem, hol van a... Ezt a hangeffektet elő kell venni. Inkább a síromat ásson meg, igen. Hát ez ilyen munkás stream. ASMR kopogás. Hopp! Hallottátok? Egy fickó volt. Ez egy fickó volt. Egy tag. Haló! Sziasztok! Gyertek és öljetek meg csak, hogy érezzek valamit. Okozzatok fájdalmat. Mit bánom én? Csak valami legyen. Hype.
Fullozzuk ki azt a chat hype-ot gyorsan. Balra. Azt mondják balra. Nekik jobban headsetjük, mint nekem. Haló? Haló? Beraktam. Haló? Kicsit félek. De amikor nem mutat nyilat, akkor nézek jó irányba, ugye? Titokzatozza is volt. Hopp, ott valami homok van. Hogy lehet homok? Az mi az a lila? Mi az a lila? Az mi? Haló? Lila gyémánt! Gazdag vagyok, srácok! Gazdag vagyok! Lila gyémánt! A Jézusom! Ez mi? Hát ilyen nem volt a Minecraftban eddig. Na történt valami. Ez nem ér túl sokat. A jelenlétetek nem ér túl sokat, ne legyetek már ilyen negatívak. Várja, ezt meg kell jelölni. Így. Wow. Aha. Az mi? Semmi, az egy lyuk. Hát vissza a fákjámat. Na jó. Mivel tudom leszedni az ametisztet? Ja, simán leütöm? De nem, ez nem jó. De az előbb valahogy leszedtem. Mivel kell leüssem? De nem, a blokkot ütöttem ki. Ebből tudok távcsőt csinálni? Hát ez valami fantasztikus. Viszont a zombik nem itt vannak. Ritka, de nem ér semmit. Hát ez... Ez olyan, mint a Nessai stream. Mi? A silk touch kell hozzá. De hol van ez a rakás részeg? Mármint, hogy a zombi. Ja, megint elkezditek mondani, hogy felettem vannak. Spawner? Ott a spawner, baby! Ott is van, mama! Na várjatok, hogy csináljuk ezt? Édes Istenem, ennyit szopni. Jó. Na várjatok, itt jöttem le. Hát amúgy fixen ezt egyszerűbb lenne tovább építeni. Ja, Istenem. Megérte. Legalább lesz egy mini XP farmunk. Az elejére. Na, most már csak le kell jutni oda. Kicsit félek. Jó oldalról közelítsük meg őket. Aha, itt a széle, látjátok? Jó, akkor azt befalazzuk. Ezt ad ide. Ezt itt lezárjuk. Szóval ezt ki kéne világítani. Itt a plaf... Ez van egy hülye kérdésem. A plafonról spónolhatnak a zombik? Tehát, hogy ezt mennyire kéne kivilágítanom? Nem tudom, hogy kelleni fog-e az ametiszt. Nem? Akkor elég, hogyha itt így ezt így körbe rakom? Így.
Így. Rakjak ajtót? Na végül is az is egy jó ötlet, csak nincs nálam fa, mert 66 éve itt vagyunk a föld alatt. Ez így jó lesz szerintetek? Elég? Valamit változtattak, nem? Hogy már kevesebb fénynél spónolnak csak. Azt hiszem, de lehet, hogy nekem ilyen fél információim vannak a Minecraftról, úgyhogy a fasságaimat nézzétek el nekem. Jó van, nyugodjatok, már mindjárt jövök, azt mindjárt megmerényelek mindenkit. Nem kell aggódni. Na fiúk. Bő, belétek is bő. Bő. Szépek vagytok. Ott a fal. Hát akkor erre fogunk menni. Kedveskéim. Kedves Minecraftos barátaim. Utolsó mondat, jó van az úgy. Jaj, már backseat van? Na mondjátok! Most annyira örülök, hogy találtunk valamit. Menjen a backseat! Mit magyaráztunk? Mondjátok! Mondjátok! Mit akartok magyarázni? Most jó kedvem van. Mondhassátok a bánatotokat. Most próbálom körbeásni őket egyébként, hogyha valaki nem tudja, hogy... Meg fogom nézni a ládát a spawnernél, hát szerintetek hova megyünk? Testrészeim. Meg akarom őket kerülni, hogy utána könnyebb legyen XP farmot csinálni belőle. Lehet, hogy nem így kell amúgy csinálni, de most nekem így megy. Tudom, hogy mindjárt tönkre megy mindenem, csak most le akarok ide ásni, aztán majd. Találjuk, hogy hogy legyen ez. Ez már az a fal? Aha. Hello! Nagyon jók vagytok! Ez az. Maradjatok ott, fiúk, jó? Nagyon jók vagytok. Így, nagyon jó. Ez az. Tudom, hogy hogy kell zombi spawnert csinálni. Ja nem, legutóbb izé skeleton spawnerünk volt. Tudom, fejből nem tudom, de nagyjából tudom. Jó. Na visszamegyünk. Ja nem, még van egy csákja. Na figyeljetek, inasba kell rakni ezeket a tepertőket. Na gyertek, bazzek. Nem tudom, milyen gyorsan spawnolnak. Gyertek! Bombat! Gyere, bazd meg! Hát vagytok egy páran! Ez csak kőkardon van, azt mondjuk elfelejtettem. Ez nem volt belekalkulálva az egyenletbe, hogy csak kőkardon van. Nyugi, epikus gamer momentum. Nyugi, nyugi. Don't worry. Reap. Már írják, hogy reap. Nem tudjátok, veterán Minecraft játékos, semmi reap. Semmi reap. XP farm. Csak azt hittem, hogy fémkardon van, de nem. Semmi rip. Hát azt hittétek, hogy rip, de kezdők vagytok, srácok. Ti bepánikoltatok volna, és meghaltatok volna. De én Fortnite-on nevelkedtem, hát nincs ahogy rip. Hát úgy építek, pa-ba-ba-ba-ba! Így. Nem is figyeltél, és már beépítettem az összeset. Pa-ba-ba-ba! Így. Vágod? Mutassam még egyszer, hogy kell. Pa-ba-ba-ba! 31 éves vagyok. Ja, nem látszik, de attól még tény. Igen, na, nyugi, megyünk. Igen, egy pajzs, az nem egy rossz ötlet. Ó, lesz az 13-nak is, sose baj, sose azt nézd. A lényeg, hogy lélekbe... Mi az Isten ez a sok kő? Jó, várjatok. Az ametisztet elrakjuk. Menjen az úzott mélypala, pár stacket rakjunk el, rakjál be egy kis fődet, redstone, azokat elrakhatod, meg azt is, bazalt, kálcit, mik ezek, mi az Isten, úgy dobom ki, hogy
Mi van? Este van? Aludjál. Tudjátok, mi volt a baj? Amúgy nem szóltatok. Nem vettem fel a gyűrűimet. Ezért nem működött a dolog. Nem voltak rajtam a gyűrűim. Valaki nagyon halódik éppen. Na! Mit akartam csinálni? Adj már egy kis vaskardot. Nincsen szenem. Az így... Lehet tudni, hogy... Bányáztam, 45 ezer órát bányáztam, és nincs szenem. Nincs. Nincs szén. Érted? Nincs szenem. Egy büdös darab. Egy mocsok telibe rakott. Mindjárt elégetem a faszerkezeteimet. Kimondta a csúnya szót a fiú. Miből kell csinálni izét? Azt mondjátok el nekem. Páncélt, pajzsot. Hogy van az? Mert itt a hegyoldalon amúgy biztos lesz szén. Hát tudom, hogy lehet fával is égetni. Végül is. Jó, kezdjük el. Az a biztos. Kezdjük el. Macsmáfát. De fám sincs. Nincstelen vagyok. Nincstelen. Semmim nincs. Semmim. Csak én magam vagyok. Én magam vagyok. És a természet. Na várjatok. Biztos lesz valahol szén itt a hedgen. Éges ajtóval. Végül is. Haló, szén. Haló, legyél már itt. Ne idegesítsél már föl. Ha megérdemlem én ezt, most tök jó, hogy az összes blokkot leraktam, és még felépíteni se tudok, és itt ugrálok, mint egy hülye. Próbálok feljutni a hegyre. De hát, hogyha a hegy tetején találok szeren, mély palával nem lehet fűteni, srácok. Ott az mi? Egy kis rothadó hús, azzal lehet fűteni. Hát, az a Minecraft ez a valóságot szimulálja, hát itt se lehet fűteni. Jaj, legalább főmegyek ide, szétnézek, hogy nézzétek meg, milyen szép itt minden. Mú beléd is, tehén. Még hó is van. Így. Itt eszek egy kis almát. Mit szóltok hozzá? Ott volt a szén. Na, nézem. Köszi, megyünk vissza. Édes Istenem. Na, azt mondta, a chat látta a szenet, főfele jövet. Hol? Itt? Hol láttátok? Már megint folyamatosan sík részen. Ti mit fogyasztotok? Szedtek valamit? Adjatok már belőle. Ja, ott van, látom. Nyugi, fixel, láttam. Vak, tudod ki a vak? Tudod ki a vak? Édesanyád volt vak, amikor tegnap este szemel. Mi? Na, ez nagyon csúnya. Ezt most vond vissza. Fú, na, ne szállj. Na, bocsánat. Elnézést. Na, igen. Láttam. Nagyon jó. Szén. El fog készülni. Ez az. Nagyon jó. Köszönöm szépen, srácok. Így van, egy 5 perces kiállítás saját magamnak. Elnézést kérek. Elnézést kívánok. Így. Nagyon jó. Így. Nagyon jó. A vödör lávával is lehet égetni. Ez egy kiváló azoknak a szerencsés játékosoknak, akik találtak elég vasat hozzá, hogy legyen egy vödrük. Nekem vödőre sincs pénze. Kőpáncél van a játékban? Olyat nem lehet csinálni? Én szeretnék egy olyat. Az ilyen nyomorultaknak, mint én. Nem lehet kőpáncélt csinálni? Most szándékosan esek le, hogy érezzek egy kis fájdalmat. Milyen kéne fát is vinni. Most már ültetni fogok egy saját erdőt. Kivágjuk azt a fát, de most már vissza akarok menni, ezt bosszút kell állni a zombikon.
csúnyán beszéltek velünk. Meg kell bosszulni a cselekedeteiket. Úgy. Még emlékeztek, amikor fiatalok voltunk, és azon gondolkoztunk, hogy begyűjtjük az e-teheneket? Meg ilyen bátor álmaink voltak. Hát még állatfarmot kéne csinálni, még annyi mindent meg kell cselekednünk. Annyi minden hátra van boldog Minecraft életünkből, ami még ránk vár. Jaj. Semmi gond, chat. Bízzatok bennem. Most visszamegyünk, és kifáklyázzuk a spawnert. Mit kraftoljak a vasból? Kéne egy vaskard, nem? Vagy ez mi ez, ami ez egy kőkard? Kettőt sebeztem a kőkarddal a zombikon. Mondjuk föl is gyújthatnám őket. Az a biztos megoldásunk mindenre. Az a tuti. Pajzsot. Jó, várjál, mit csináltam? Adjál szenet. Köszönöm. Azt ott perzseljed ki. Na mit kell csinálni? Pajzsot csináljak? Pajzs. Aha. Jó. Csináltam egy pajzsot. Csináljunk egy kardot. Jó, nem érdekel mi a meta. Kell egy kard. Ezt agresszívba kell játszani a Minecraftot. Ezt kevesen tudják. Add ide. Honnan van nyílvesszőm? Mindegy, nem lényeg. Azt a kardot dob ki. Egy olyan kedves. Sose láttuk. Meg kell szabadulni a kőeszközeinktől. Ezt a múltban kell hagyni ezt a hozzáállást. Úgy. Pajzs! Ne dobdál! Hol a kardom? Add már vissza! Hát most kraftolta! Add már ide! Nyugi, megvan a kard. De most lemegyek. Olyat rájuk rakok. Figyeljetek ide. Jó, most amíg elkészülnek a dolgok, elég gyorsan perzselődik. Valami páncélt kéne csinálni, nem? Vas. Hogy van? Láb, vér? Farkás. Vér. Láb. Ahhoz mi kell? Nem elég ennyi? Cipő. Hogy hívják ezek? Hol vannak a páncélok? Ja, rossz blokkra izéltem. Igen, azt ad ide a lábszárvédőt. Így. Meg adjál cipőt is. Nincs elég, az 4 kell. Így, add ide az összeset nekem. Páncélos Maximus. Hol van? Add ide cipő. Csizma. Vedd föl. Ott is van. Enchantolt armor. Hogy néz ki a pingvin? Nagyon jó. Hölgyeim és uraim, verekedés idő. Bejelentettem, a verekedés... Nem tudom, hogy csákányt is kéne csinálni, nem? Na most már mindegy. Csináljak csákányt. Jó, csinálok csákányt is. Csinálok csákányt is, mert megzeberednek. Add ide. Csákány. Úgy. Úgy. Mehet. Au, au, au. Hölgyeim és uraim, kedves nézők, kedves támogatók, velem tartók, követők, azt mondjátok el nekem, de esküszöm, de most valljon szín mindenki. Nézzetek rám, nem megy fel a hype, hát fizetős lett a hype vonat emelése. De most komolyan, a stream eleje óta 4200-an vagyunk, nem csökkent, nem növekedett. Hogy lehet? Ezt mondjátok el. Tehát elaludt mindenki a bányászat alatt. Hogy bírtátok ki az elmúlt egy órát, amíg nem történt semmi? Indiai botokat vettem, amúgy lehet, hogy igen. Ennyire unalmas a tanszünet. Na nyugi, srácok. Nyugi, most kell nagyon figyelni. Mutatja a streamer, hogy hogy kell ezt csinálni. Haló, nézd meg, elmenekültek. X-en beszartak a zombik. Vajon hány fákját vertem le a falról? Így. Haló? Fiúk? Hát éhen haltak a zombik. Nézd meg. Fú, hülyék. Várjál, ezt itt... Várjál, kellene a blokk is, mert... Ja, nincs miből építsek.
Honnan? Melyik? Ott? Ne, nehogy elfoglalják itt a területemet. Nagyon jó. Na, verekedés idő, ez itt a verekedés kettő. A verekedés visszavág. Na mi van, öcsi? Na mi van, öcsi? Na, adj, sétálj bele a köpésembe, te nagyon hülye. Így is van. Az a baj, hogy be kéne. Így is van. Így is van. Lehet szépen meghalni. Nagyon jó. Professzionális, csak gyorsabban fognak spónolni, mint ahogy... De hova lettek? Így elég, ugye? De hova lett a többi? Hát éhen haltak. Győzelem! Nem ezt a hangeffektet akartam. Hova lett a többi? Na mindegy, azok elmentek vadászni. Én azért ezt befalazom. Jó, nem emlékszem, hogy a... csont! Ez egy jel, srácok. Ez egy jel, hogy hamarosan találkozni fogunk egy kis kutyussal. Puskapor és egy cédula. Házi állathype. Aranyalma, cédula, fonál, puskapor, fat loot, és ott a vödrünk. Ott a vödör. Vödör hype. Nagyon jó. Ez az chat, látjátok? Minden jóra fordul egyszer. Na, ezt takarítsd el. Így, és akkor most kicsit rendet rakunk, adjatok egy kis időt. Az hogy csináltam én ezt? Az itt nem kell. Így, itt az ametista szobánk. Hát ez így csúnyán lett megcsinálva egyébként, tehát esztétikailag ez így az én számomra nem megfelelő, de mindegy. Azaz. De kell egy fakelt. Köszönöm. Így. Most így nem tudnak spónolgatni, ugye? Most jól csináltam. Majd azt nem tudom, hogy ezt a szobát meg kell nagyítani egyel a spónerhez, vagy nem? Mindegy, a spónert azt majd streamen kívül megcsináljuk. Na, most, hogy ezzel megvagyunk, akkor folytatódik a küldetésünk. Találjunk bármit. Üdvözlök mindenkit az MC streamen. Továbbra se vagyunk sokkal előrébb, tehát nincs semmi, az ég egy ott a világon. Üsd ki a spawnert, és kapsz 75 XP-t. Tibike, ott kit fogok kiütni? A fogadat, mámi... jaj. Csúnya... Na, bocs, na, elnézést, bocsánat, túl sok volt a szünet, felgyűlem lett a fesz, elnézést, bocsánat, nyugodjunk meg, nem szabad ilyen csúnyákat mondani, igen, na, mehet. Ez az, a pajzs nem kell a kezembe, hanem kérem vissza a kis fákjámat. Ne kettőt, hanem mondjuk 64-et. Köszönöm szépen. 2023-as évre azért remélem felkészültetek a visszabörnölésekre, és nem fog senki emiatt megsértődni és megmondani az anyukájának. De csak viccelek természetesen, hiszen a karom legalább 7,5 cm átmérőjű, tehát kizárólag akkor tudnám a fogatokat kiütni, hogyha utána egy kedvességből magatoktól ráharapnátok az útpatkára. Egyébként máskülönben sérülést nem igazán tudnék okozni bennetek, kivéve, hogyha 9 évesek vagytok, hiszen a Family Guy-ból megtanultuk, hogy még Peter Griffin is legalább 100 darab 9 éves szájba tud rúgni, hogyha beszorítja magát háttal egy WC-be. Akkor úgy le lehet győzni ugye őket, de máskülönben nem nagyon. Na, meddig ássunk még, chat? Ezt kéne kitaláljuk, hogy meddig menjünk még lefelé, nyomunk egy F3-at, mínusz 39-en vagyok. Tehát szeretném, ha feltenné a kezét valaki, aki eljutott már a felszínről mínusz 39-re úgy, hogy semmit nem talált. Tehát mondjuk 5 darab vasat találtunk eddig. Nem tudom, hogy ezt így valaki sikeresen megtette-e már. Mi igen? Mindenkinek van egy saját rekordja. Én ebben vagyok jó. Nem igaz, találtunk egy spawnert, igen. Építeni fogok valami létrát, ne aggódjatok. Lejutás az gyorsabb legyen. Vissza kéne venni a Harry Potter szemüveket. Jó, van azért kicsit megnyugtat, hogy
közületek is vannak, sokan szerencsétlenek. Igen, egy darab emeráldot is találtunk, de azt tüntetőlegesen direkt nem vettem fel. Tényleg redstone-unk is lett pár darab. Kapcsolod be a dinamikus fényeket, és akkor világít a fákja a kezedben. De azt a izébe kell bekapcsolni. A Optifine-ban? Minden csutkára húztam. Advanced, ezt nem sikerültem úgy lefordítaniuk? Vagy ezt a shader cuccban kell? Nem tudom, hol kell. De legalább végre egy kis kellemes muzsika kíséri az utunkat. Minusz 59. szint kell. Hát közel vagyunk. Nem spóroltam semmin. És már mindjárt ott vagyunk. Bírja a videókártya ezt a játékot? Hát most úgy néz ki, hogy bírja. Egyelőre. Majd amikor a hatalmas építkezéseink megkezdődnek, és elképesztő redstone építményeket fogunk létrehozni. Java Edition-nel nyomjuk, Jarvis. Majd akkor laggolni fog. Mindjárt ott vagyunk. Mennyi most a bedrock? Minusz 2 millió? Mert úgy érzem, hogy ha odáig leírunk, akkor se lesz semmi. Igen, nem, még direkt olyan shadert próbáltam választani, ami egy kicsit jobban kíméli a dolgot. De gondoljatok bele, mennyi kövünk lesz. Jó, mondjuk Minecraft első epizódtól mit vártatok? Szépen haladunk. Nyugi, majd a stream végén behozzuk, ami elmaradt. Minusz 64 a bedrock. Azért az nagyon durva, hogy lemegyünk bedrockig, úgyhogy semmit nem találtunk. Jó, egy spawner találtunk. Igazán nem tudom, itt egy bányát, valamit szeretnék találni, bármit, amit úgy vizuálisan izgalmasabb. Igen, amúgy lehet, hogy csak én vártam sokat, mert legutóbb egy kicsit több szerencsém volt. Nyilván jobban jártunk volna, hogyha lementünk volna egy felszíni bányán, csak így. Ez a bedrock? Mi ez? Hanyam, minusz 60. Ez mi? Ez az? Na szép. GG. Na akkor itt lesznek a Fat Diamondok, ezt akarjátok mondani nekem. Nagyon jó. Akkor ez megvan, akkor viszont... Hát igen. De egyen följebb ássak. Leértünk. Az is már, tapsoljuk meg. Hát leértünk. Kiütött plusz 80 XP. Smokey, mondjam neked is, hogy... Addig döntsétek el, hogy hanyadik szinten kezdjünk el. Igen, most az a bajom, azért kérdeztem, hogy beleakadunk így a bedrockba, és az így kicsit idegesítő, úgyhogy... Eltörtem az egyetlen vascsákányom, így is hozzá lehet ehhez állni. Így van, ez is egy... Menjetek a fenébe! Több pozitivitást várok a chattől. Nem az a lényeg, hogy mit törtünk el, hanem hogy még mit nem. Jó, ne legyetek ilyen negatívak. Nézzétek meg, mennyi palán van. Nektek van ennyi palátok a Minecraft? A Minecraft világotokban? Hát ugye, hogy nincs. Nekem van. Még nem törtem el. Igazán még nem törtem el a számítógépem, addig örüljünk. Jaj. Nyugi.
Na most kiástuk a bányát. Ez volt a tervem egyébként. Most már elárulhatom nektek, hogy igazából csak annyit akartam, hogy jussunk le Bedrockig. Legyen egy ilyen házi bányánk, így le, és akkor utána elkezdhetjük a játékot. Tehát most kezdődik a játék. A játék azzal kezdődik, hogy a Nessali rendet rak az inventoriában, és kihajít mindent a büdös mármint a fenébe, amire nincsen szüksége. Ezzel kezdődik most a játék, tehát ezt például így kapásból túrjuk, az is mehet, az is köszönöm, szia, mehetsz, te is mehetsz, tufa, nem tudom, pipin és tufa, nagyon jó, ez az. Azt a sugarként elhozzuk a túloldalról, hogy valami változatosság is történjen. Nem a loot a lényeg egyébként, így van, srácok, hanem az utazás. Add ide a cukinádat, köszönöm szépen. Hopp, ott egy kis szén. Van kedvetek egy kis szenet bányászni, srácok? De így van. De mennyire fogjuk értékelni, amikor már valami hasznosat csinálunk? Gondoljatok bele. Most itt túl kell esni ezen a részén a dolognak. De utána milyen jó lesz? Milyen jó lesz, amikor... Progressz. Így van. De reménykedtem, hogy csak kettő van, mert akkor tovább kellett volna építeni. Jaj, ez a beszéd. Várjál, hát itt ilyen lik van. Várjál már! De amúgy megfúlok! Haló? Hát itt ilyen titkos, 100% veszélyes barlang van a víz alatt. Na majd azt is meg kell nézni. Na kérem. Inventory tisztítás megtörtént. Ja, amúgy nem, mert innen is kidobálok mindent. Kő. Nagyon jó. Na. Most tudom, hogy ezt mindenki unja, de tudjátok, hogy az inventoriba rendet kell tartani. Főd. Gránit, az kell nekünk valamire? Nem. Ez sem kell. Andezit, az senkinek nincs andezitje. Gyapilú, az kell. Redstone, ametiszt. Arany. Kaja. Fonál. Rész. Nagyon jó a rezenyő. Így. Kovakő. Bőr, láda, sisak, ez a tűzgolyó, nem tudom mire jó, van egy ajtóm is, mert méne lenne ajtóm. Így, van egy darab nyilvesszőm, az majd az infinitis nyilamhoz tökéletes lesz. Nagyon jó, szereztünk egy cédulát, van egy vödrünk, a vödör az kell, puskapor, szén, mondjuk azt nálunk kéne tartani, csont az most nem kell, berakjuk a fonalat, aranyalma, az kell, vas, nem tudom mire kell a rohadt hús, azzal majd állatokat etetünk. Jó. Kidobom a fölösleget. Hatalmasakat lehet rakni a tűzgolyóval? Ez az, köszönöm szépen. Kidobom ezeken. Úgy. Nagyon jó. A cukornád ott maradt. Ez az. Köszönöm szépen a támogatásokat, srácok. Köszi. Jó. Cukornád. Na. Át kell gondoljam. Mi kell, srácok? Elfogyott a fáklyánk. Azt kell csinálni. De kellene, hát igen, vas. A változatosság kedvéért kellene vas. Mert az sincs megint. Nagyon jó. De most... kőcsákánnyal bányásszak a bedrockba. Komolyan, itt tartunk. Elég szomorú, de hát ez a valóság. Én értem, el lehet ültetni a cukornádat, de ez jelen pillanatban nem oldja meg azt, hogy még mindig vas kéne. Mert az oké. Én azt értem, hogy kell majd a cukornád. Ez oké. De egyelőre még mindig az alaphelyzetet nem oldottuk meg.
Igen, van még fáklya a kezemben, mindig elfelejtem. Mert hülye vagyok. Nem baj, fáklyából sose lehet túl sok nálunk, úgyhogy emiatt nem aggódom. Jó. Az a baj, hogy visszamennék bányászni, de tényleg muszáj lesz Iron. Muszáj lesz Iron. Jó, ti most hova mennétek vasat keresni? Tessék, most community voting van, addig iszok. Igen, vas hiányos vagyok. Keressünk egy bányát inkább? Vagy menjünk le a mi bányánkba, és mondjuk 15-ös szinten keressünk. A mély telepre. Köszönöm szépen. Most bántatok, mert vasat kell keresni. Nézzünk be a sajátunkba. Keressünk bányát. Felszínen keresnék bánya lejáratot. Jó, legyen így. Akkor, hogy már egy kicsit megkíméljelek benneteket a hülyeségemtől. Azért azt csináljuk meg. Azért szeretném a mai epizódba, hogy találjunk gyémántot, meg meglegyenek tényleg az alapcuccok, és akkor a következő streamben már lehet fanolni, el lehet kezdeni a farmokat, állatkákat, meg hasonló szórakoztató dolgokat csinálni. Itt volt valami lejárat, nem? Itt a falunál, vagy rosszul emlékszem? Valami volt erre felé. Nem tudom, hogy bánya volt-e. Valahol volt egy mélyedés. Nem emlékszem, hogy hol volt. Valahol volt egy lejárat. Itt van egy lejárat. Haló? Aha. Haló, jó napot kívánok! A vízben is volt egy lejárat, de azt így nem kockáztatnám meg jelenleg a vizes megoldást engedelmetekkel. Hello, Mr. Szén! Én Mr. Vasat keresem. Nem látta esetleg ön? Nem tudom, hogy a chat hype cuccot szerintem tönkretettétek. Kiakadt a chat hype mérő. Nem működik a chattel, meg amúgy a szabokkal is működnie kéne, de szerintem elfáradt. Kicsit lepihent, adjatok neki időt, ne törődjetek vele. Kicsit elfáradt. Jó, hát ez ennyi volt. Ennél jobban nem nézek szét. Tessék, kapsz egy fákját, hogy lássam, hogy itt már voltam. Mondjuk ez már hasznosabb. Már több mindent találtunk itt, mint máshol. Kiszedjük a zét. Természetesen fejszével. Viszont akkor már, hogyha itt nincs bánya, akkor visszamegyek az én oldalamra keresni. Hát most oké, hogy hanyas szinten található a vas, de azt mondtátok, hogy ne az én bányámba keressünk, mert nem bíztok bennem. Nem bíztok már a saját bányámba, úgy érzem. Mű, belétek is. Ez itt mi? Nagyon szép kis tavacska. De nézzétek meg, hogy mennyi jószág van itt. Ott van cöca is. Amint coca, cica is volt. Ott van valami lik. Az az én likam. Az ember azt gondolná, hogy a Nessali felismeri a saját likát, de nem. Az ott egy határozottan egy lik. Van kedvetek bemenni a ligba? Wow! Micsoda kis... Az mi? Haló? Azon kívül, hogy innen egy textúra hibának tűnik, de hogy az mi? Ott van, én megütöm. Nem kaptam semmit, de alapvetően az is valami, hogy semmi. Haló? Jó napot kívánok, ön szén. Köszönöm szépen. Haló? Ollóval kell. Ilyen luxusra nincs pénzünk, srácok, egy... Azt hittem gyémánt. De nem, nyugi, nyugi. Az ott mi a vízbe? Az egy cápa? Nem csak beleesett. Jézus, atya úr, és mi van itt? Hát itt van egy vízibánya. Meddig megy ez, hülye vagy? Nem látok semmit. Hát tényleg be kell kapcsolni, hogy azt a fák... Nem tudok fölúszni. Az miért nem tudok fölúszni? Hogy kell fölfele menni? Megfúlok. Megfúlok? Hát nem megy föl... Jézus, atya úristen. De leszoppant, miért megyek lefelé? Ja, mert bekapcsolt, toggle-ön van a googolás. Jézus, atya úristen. Ja, tudom, hogy lehet az ajtóval cheatelni a levegőt, de hát azt...
Nyugi. Nyugalom. Mindenki egy picit higgadjon le. Hogy fogyott el alulam a víz? Hol vagyok? Mi történik velem? Hátszok, elfogyott a talaj. Egyszer csak volt talaj, és most meg nincs talaj. De kaland, így van. Tehát most több minden történt, már most, mint eddig bármi. Hova lett a víz? Meg kell kérdőjelezzem már megint a Minecraft fizikát, hogy mi az Isten történik velem. Na várjatok, mert vissza kell jussak, mert egy kőcsákányom van. Nincs talán senki házi vagyok. Ja, hogy itt van egy ilyen izé. De mekkora cumisztató ez, nézzétek meg. Hogy itt magas víz van, azt hiszed hülye gyerek, hogy itt, és itt meg szakadék van. Az mi? Nagyon félek amúgy, ezt lehet tudni, hogy még jó, hogy nem hardcore. Amúgy folyamatosan kinevettek, de azért fölfogtátok, hogy még egyszer se haltam meg? Tehát lehet itt izé humorizálni, meg kinevetni a streamert, hogy kézzel üti az úzott követ, de még egyszer se haltam meg? Csak mondom nektek, hogy... Jó, hát ez idáig megy, de most itt induljak el lefelé, de hát nagyon félelmetes. Amúgy este van, haza kéne menni aludni. Ez konkrétan itt van a házunk mellett, ez a borzalmatosság. És akkor itt menjünk lefelé, azt mondjátok? Hát ez nagyon 100% veszélynek tűnik. Várjál, jó fele megyek? Itt lakom, ugye? Most költöztem, nincs még meg a lakcímkártyám se, úgyhogy könnyen eltévedek. Tényleg most már van vödrünk, úgyhogy tudunk vödörvizet hordani magunkkal. Kész csoda, hogy nem haltam meg? Nem, hát ez tudatos. Professzionális játszás van előadva. Jó, amúgy továbbra is vasat keresünk, ezt csak azoknak mondom, akik most csatlakoznak be és nem értik, hogy miért nem történik semmi. Mehetünk tovább. Most kéne még egy kőcsákányt csinálnom, annyira megalázó. Annyira megalázó. Most csináljak még egy kőcsákányt. De annyira kellemetlen ez nekem, srác. Hát ne csináljuk már ezt egymással. Ó, ott egy kreper. Nem megyünk oda barátkozni. Minden epizódban a részszámának megfelelő halál? Nehéz eldönteni, hogy a... Haló? Hogy mikor megy föl a... Szerintem a hype számláló nem működik, srácok, csak a szabokkal. Szerintem a chatre most nem reagál valamiért. Induljak el itt lefelé. Ott víz van? Hát ez itt nagyon veszélyes. Jó, hát menjünk akkor le. De merre le? Na, itt fogok úgy eltévedni, mint az Atya Úristen. Csak most az a baj ezzel, hogy ez nem bányának minősül, nem? Ti meg azt mondtátok, hogy keressek bányát, vagy most ezt bányának minősítitek? Mert ez itt ilyen vizes cucc. Hát és szerintem effektíve olyat kéne találni, ami kifejezetten bánya. Ennyi erővel... Ennyi erővel... Ott van a lapis lazuli. Leszoppant ez itt. De azért persze körülnézek, csak nem látok semmit. Azt hinnéd, hogy világít a fákja a víz alatt, de nem. Persze így is lehet, hogy ti észreveszitek a blokkokat, de én fixen nem. De ez nekem nem tetszik ez a rész. Nem tudom, hogy fölvehetném a gammát, de hát az milyen már.
Úristen, milyen mély ez. Hát itt csak szenet láttam főleg. Én. Igen, inkább víz nélkül kellene keresni egy lyukat, hogy lássam is. Mert egyébként a vízben jobb cuccok spónolnak, én úgy tudom. Mert hogy ott nem számít expozáltnak a blokk. De mondtátok már ezt a dinamikus fényeket, de nem akarom a menüben tölteni a fél életemet. Én nem látom, hogy hol van ilyen, hogy dinamikus fények. Vagy lehet, hogy kikapcsolja a shader, nem tudom, hogy miről beszéltek. Tudom, hogy jót akartok, de én itt ilyet nem látok sehol. Shader beállításoknál biztos van valahol ilyen. Hogy dinamikus fények. Dynamic headlight, handlight, ez az? A kész, eltörtétek. Na, szerintem így. Kösz. Na. Hölgyeim és uraim, vas keresés. Hogy fogok hazatalálni? Na, ez majd egy másik kérdés. Maradtam volna a bányába. Ott legalább biztonságban vagyok. Hop-hop. Halló! Jó napot kívánom! Veszélyes. Halló! Aha. Eddig nagyon jó. Hebe. Na, álljunk meg egy pillanatra. Jó napot! Várjatok. Ugalom, itt meg kell vizsgálni a szituációt. Aha. Jó napot, haló. Hol van a Diamondom? Már legalább szenünk lesz. Ez már valami. Ez már több, mint a semmi. Mire megtaláljuk a vasat, azt is elfelejtem, hogy még keresek vasat. Lassan megvan a 10-es szín. Ki mire büszke a Minecraftban? Ott van! Yeah! 2, 3, 4, nagyon jó vasrücsök. Ez az, nagyon jó. Tapsoljuk meg magunkat, egy kis vázsé jöttünk. Vázsát találtunk. Hova lyukad ez ki? Persze még ott mehetünk majd lefelé, csak itt szét akartam nézni. Micsoda. Micsoda helyszínek vannak itt, kérem. Megtaláltam az összes vasat a játékban. Nem, úgy érzem, hogy nem tudom, hogy lehet kifejezni azt magyar szavakkal, hogy az összes helyet megtaláltam, ahol semmi nincs. De nyugodjatok meg. Azzal, hogy az első epizódban átéljük az összes nehézséget, csak fölfele lehet onnan menni. Szopásnak hívja. Ja, jó. Aj, mit fogok kapni a YouTube kommentekbe, hogy nem jól csináltam a dolgokat? Nagyon fognak bántani, már most félek. 2023-as évet azzal fogjuk indítani, hogy mérges 8 évesek fognak kioktatni arról, hogy bénán játszom a kedvenc játékukat. De nem baj, nem baj, így legalább amikor már nem leszek béna, majd büszkék lesztek rám. Sziasztok fiúk, hello, üdvözöllek. Halljál meg, zombos Zoltán, pusztuljál meg. Mióta van ennyi élete a zombiknak? Hát régen a... Ott az... Várja, ott van az Endre. Az Endre van. Jaj, rám akar nézni, bele akar nyúlni a seggem, mármint... Bocsánat. Hagyjál békén? Bánt? Kérlek, én nem olyan... Hagyjál békén? Hagyjál békén? Kérlek, egy vasam nincsen. Szerencsétlen nyomoronc vagyok. Hagyjál már békén, könyörgöm. Nem néztem rád. Hagyjál békén? Könyörgöm. Jézus! Eldobtam a kardot, de nem tudom, hogy megijedtem. Picit, hagyjál békén? Légy szíves, egy darab követ nem találtam még a játékba. Úristen, vissza fogok érted jönni, és
egyszer el foglak intézni. Fölhívom édesanyádat, és rendezünk egy partit. Mármint nem, kedves, kedves Ender, Endre. Endre, köszönöm szépen. Szia, Endre. Na hát ez megint egy jó barlang volt, Endrének az otthonát megtaláltunk. Ne üss folyamatosan, mert kevesebbet damázsol. Köszönöm szépen, Virslike, a hátsó ülés ezen formáját. Nagyon jó. A kalandjaink folytatódnak. Találkoztunk Adi Endrével. Nagyon jó bány. Tehát, hogy különleges tehetségem van azok bányák megtalálásában, ahol semmi nincs. Tessék, ott is van egy leak, megnézzük azt is. Valaki felírta, hogy merről jöttünk? Remélem, mert ti hibátok lesz, ha nem tálok vissza az epikus házamhoz. Végre 4200-an beírtátok, észrevette. Mit? Nem vettem észre. Fogalmam sincs, miről beszéltek. Ott volt a vas, kész. Azt mondta, villongó megmondta, hogy ott volt, de szemét. Jobbra volt. Nagyon jó, nézek jobbra. Ott van a vas. Láttam én, csak kíváncsi voltam, hogy figyeltek-e. Mert tudjátok, hogyha úgy csinálok, mintha meglátnám elsőre, akkor nektek nem lenne dolgotok. Ott van, nézd meg. Látod, Jóska gyerek? Tudtam én, hogy ide kell jönni, hát azt, de nem így akartam kijutni amúgy, mert teljes fogyaték. Így van. Szíkodjad. Nagyot megy. Ez az. Három, de... Áucs! Köszönöm. A következő útunk nem a bányába fog vezetni, hanem a szemészetre. Pontosan. Kiválóan mondjátok, komáim. Na. Láttam valami rést. Láttam itt valami rést. Hogy az bánya volt, vagy... Nem itt volt egy rés, alattam. Ja. Várjál, mivel keverem? Láttam az előbb egy rést, de ott is van rés. Ránk fog este lenni amúgy. De ott volt valami rés pedig, na mindegy. Haló? Nessali vagyok. Na, ez már megint nem bánya, hanem... Ilyen vizenyők vannak. Szia, Jani barát! Ha te vagy az, fogalmam sincs, csak itt tegelgetnek egyetlenül. Aha. Na jó. Láttátok? Itt nagyon sok minden van egyébként. Ezen a részen. El kéne induljunk hazafelé. Este lesz, és jönnek az Endrének a barátai. Soha nem fogunk hazatalálni, azzal tisztában vagytok? Essé-le? Még egy kicsit essé-le? Ez az 100%. Mentünk egy kört? Hát ott van a falu. Most, hogyha megkérdeztétek volna, hogy hol vagyunk, sok mindent mondtam volna, de biztos, hogy nem ezt, de itthon vagyunk. Ennyi, elsőre megtaláltuk. Az ott fönn nem vas? Ja, nem. Azt hittétek, hogy eltévedtem, de hát fixen nem tévedtem el, noobs. Ugye milyen szép a grafika? Hát itt full RTX van, Jani barátom. Nagyon jó. Már megint 68 ezer darab haszontalan dologgal gazdagabb lettem, de lett vasunk, srácok. Nagyon jó, azt ki is perzselésszük. Hova követ elrakjuk, nem tudom miért, a sóder az kuka. Rengeteg szén is a birtokomba került. Ez mind nagyon jó. És most vissza fogok menni a bányába. Csinálunk vascsákit. Visszamegyünk a bányába. Ez a kőcsákány, ez használhatatlan. És megyünk Diamond. Diamond, Diamond Hype, Jani barátom. Mikor megféled a Tier 3-ast, gondolj egy Diamondra, jó? Mert most a legjobb részre értél ide. Gyémántot fogunk találni. Most Jani meghozza a szerencsét. Lehetne Hypixel stream. Én nem tudom, hogy mi az a Hypixel stream. Hát itt ülünk 2,5 órája, és egy szerencsétlen Diamondot nem találtam még. Azt ilyeneket írogattok, hogy legyen Hypixel stream. Hát nézzetek már rám. Hát nem tudok találni 2 darab követ a játékba. Azt itt ilyen Hypixel, meg ilyeneket írogattok. Hát, na, Bocsánat. Hát, hogy na, nyugodjunk már meg egy kicsit. Mindjárt high, olyan high lesz a pixel, hogy nagyon high lesz.
Na, Csáki, hol van? Ott van, ott van. Vas Csáki. Kettő Vas Csáki. Na jó, az elég lesz. Így mehetünk. A többi az perzselődik. Még az is kész van, de mindegy. Mehetünk. Ezt üssük már ki, mert most már még egyszer beleverem a koponyámat itt ezekbe a plafonokba. Ideg rohamot kapok. Mármint persze eddig is ideg rohamot kaptam, de még jobban ideg rohamot kapok. Lefelé egész gyorsan lehet haladni. Hopp, ott hiba van a Matrixba. Ki kell csappantani. De tudom, hogy itt vagytok valahol, de nem tudom, hogy hol. Hol lehet ez a barlang? Nagyon idegesítő. Ja, nem szabad olyan gyorsan csapni. Megtaláltam. Nyugi, Fortnite! Hát azt hittétek, már megint. Megint kis nebulánsaim, azt hittétek, hogy baj van. Nyugalom, most itt észnél kell. Az egy kreper? Nem kreper. Nyugi, a pirománia veszélyes. Ilyenkor ugrálni kell a Minecraftban. Jaj, mit csinál? Meggyógyultam, nyugalom. Egy alma a tűzoltókat távol tartja. Nyugalom. Kicsit álljál föl. Rakjál oda egy fákján. Köszönöm szépen. Na, itt akkor lehet jönni. Ű, az nem jó. Ez az. Na, gyere te kis sneci. Na, fogalmuk sincs. Itt röhög itt mögöttem is. Nyugi, 100% tactics. Csak a headshotra megyünk. Ez az. Kapta. Nullos. Jó. Na várjatok, itt kreperek is lesznek, tehát itt egy kicsit ilyen belső építészeti megmozdulásokat kell létrehozni, mielőtt nagyon nagy bajok lesznek. Tehát azt ott befalazzuk, és akkor kicsit följebb kéne elkezdeni ezt a műveletet. Elvileg itt is bejutunk. Én nem tudom, hogy nem találtam meg az előbb ezt. Én most itt mégse jutok be? De volt ott még terület arra is. Nem, hát megint tévedek. Ez az. Nagyon jó. Így. Nagyon jó. Ez egy megfelelő behatolási pont. Én ezt mondom nektek. Kell egy fákja, mert el fogunk tévedni. Ez az. Használom mindjárt a pajzsot, csak... Aha, na ez a probléma. Most kéne ekvipelni a... Hagyjál békén, te tepertős, szennyezett szemétláda! Hol a pajzsom? Ez az. Na nyugalom. Tehát most kell egy kicsit... Nyugi. Nyugi. Sosem halál. Aha. Rájuk robbantom a trapper. Így van, 2 millió IQ. Be kéne nyomni az almát, kegyetlenül a testembe kéne nyomni az almát. Kapták! Nagyon jó. Ez az chat. Folyamatosan így fostok, hogy noob vagyok. Hát nem tudnak legyőzni, értitek? Így. Kicsit ki kell fényelni a helyzeten. Ez az. Easy game. Hát a Fortnite-on nevelkedtem. Hát ez a Minecraft, ez nem fog ki rajtunk. Kicsit itt ezt kifákjázzuk ügyesen.
hogy a rettegésem alábbhagyjon. Ez az. Na, most profi volt, vagy nem profi volt? Láttátok, hogy úgy rájuk fröccsentettem, hát amikor utoljára valakire ennyire ráfrö... Na, bocsánat, ott már megint kezdem. Ez most egy lépcsőépítés tutoriál a Minecraftban. Ezt kevesen tudják, hogy hogy kell lépcsőt építeni a Minecraftban, azért most én megmutatom, hogy amúgy tökre így kell. Tökre így kell lépcsőt építeni. Tehát ez egy lépcső. Nem tudtuk, hogy mire lesz jó a kő, erre lesz jó a kő. Tessék, ez egy lépcső. Persze amúgy nem ez a lépcső, mert hát olyan luxusokra még nem volt időnk, mint hogy például köveket kifaragjunk lépcsőnek. De mondjuk ez kezdésnek jó. Na, nagyon jó. Ezt is itt még megszerelem gyorsan. Így. Nem kell a pajzs. Amúgy két creeper volt, amikor bejöttünk ide, nehogy azt higgyétek, hogy én azt nem tudom. Jaj, Istenem. Hú, para ez a játék egyébként. Jó. Na, láttatok valamit? Közben backseatereim. Amíg én itt halálfélelembe szenvedtem. Láttam Endrét, itt valahol itt kolbászolt. Oké! Okay. Spawner 2! Köszi, köszi! Vittem. És ott van a vas is. Várjatok, ez így jó lesz? Nem. Így. Haló? Arra mennyi esély van, hogy két spawner esik az utunkba? 100% streamer lag, csak mondom. Kéne étkezni. Jó. Ne azt, hát a húst tegyed. Kicsit kéne helelődni. Na jó, addig kiszedjük a vázsát. Jó, amúgy gyanús volt a sok zombi miatt. Látjátok? Így fordul meg a szerencsénk. Eddig szerencsétlenek voltunk, undorítóak. Többen azt mondhatnák, hogy hánytak ettől a streamtől eddig. Hogy elment az életkedvük. És most pillanatokon belül gazdagok leszünk. Oda nézzetek, mennyi vas. Látjátok? A pozitív hozzáállás. Mit el nem hoz? Sokan már feladták. És megjött Jani a streambe, és minden megváltozott. Így van. Soha több annyira gazdagok vagyunk, hogy... stream utolsó egy órája föl is kerülhet a VOD csatornára. Így van. Nagyon jó. Hát ezt majd ki kell találni, hogy ezt itt hogy. Amúgy igen, ez a lépcsőnk fölött van. De amúgy, hogyha aláásunk... Várjál, most ezt igen, amúgy az a baj, hogy nem vagyok matematikus, de... Hogyha eleget ások lefele, és talán pont íz... na mindegy, ezt meg kitaláljuk. Ott ilyen kreatúrák vannak a vízbe. Lehet tudni, hogy miért csillámlanak a kreatúrák? Ilyen szép kis merencétek van, ugye nem terjesztetek semmi fertőző betegséget, meg ilyenek. Na. Jó, mehet a gyémánt keresés. Hát vak vagyok, mint az univerzum, nyilván. Ne! De most amúgy az most amúgy tényleg bánt, ha ránézek a Endrére? De amúgy inasba tudom rakni, hát kurva kemény. Mármint, hogy nagyon-nagyon erős vagyok. Ez egy családbarát stream. Ha itt vuppog nekem az Endre. El még Jézusom! Az mi? Az emeraldikusat kiüthetem már ezzel a csákival, srácok? Nem emlékszem, mit beszéltünk. Ezt már kiüthetném? X-en zsebét elni. A Jézusom, de miért néző rám? Fel akar szedni amúgy. Akar tőlem valamit a fekete ember. Adjál már békén, Endre, nem vagyok a barátod. Mindjárt főgyújtalak, ha szemtelemkedt. Nem fél, hogy Endre van, hogy főgyújtom?
Nem úgy jön utánam, de befalaszhatom és megölhetem. Na most mi van, testvérem? Na? Várjál már, Endre. Gyere már vissza. Ajjaj. Teleportálni tud? Hát jó van, azért... Amúgy én többet vártam ettől a bányától, srácok, de csalódnom kellett. Itt se volt megint semmi. Jó, mondjuk most nem vagyunk lenn. Egy spawner találtunk, most nyilván már a Diamondra fókuszálok. Na. Jó, hát ez nem is bánya. Igen, tulajdonképp egy spawner találtunk. Hát ha össze tudnám kötni a két spawnert, az úgy fasza lenne. Na. Na, itt megint ilyen fejbeverős a terület. Viszont eddig legalább nem spawnolt be semmi a bányába. Ez az, és akkor mit mondtatok? Úristen, még itt mennyi van. Ennyit haladtunk lefelé. Azt mondja, hogy mínusz 58-on bányászok, az jó. 59-en. Jó, meg gondolom, oda nem spawnol a bedrock. Azért mondjátok. Gondolom én, hogy azért mondjátok, mert intelligensek vagytok. Most elkezdünk menni előre egy picit. Már olyan régen bányáztunk. Nem ezt akartam lerakni. 58-on több luck volt. 59-en vagyunk. Na, 59 legyen, vagy 58 testrészeim. Jó, hát amúgy annyit nem számít, de mindent a nézőkér. Mindent a nézőkér. Ezen nem múlik. Én minden vágyatokat teljesítem. Kivéve, hogyha valami csúnyaság. Hogy ez alól semmi sem kivétel. Mármint, de a csúnyaság. A jó Nessali barát, hogy még ezt is rossz helyre rakott, te szerencsecsomag, te. Láva bugyog? Tényleg? Észre se vettem. Itt írta a láva bugyogást. Mehetünk előre is. Menjünk előre. Mondjuk jobbra bugyog a láva. Legalábbis jobbra írta. Menjen egy predikció. Hirt csinálunk egy predikciót. Az a predikció kérdése, hogy a következő 5 percben találok egy gyémántot. Menjen egy ilyen predikció. Hát egy kicsit így a végére dolgjuk fel a chatnek, ha már szétszenvedték az egész adást azzal, hogy képtelen vagyok bármi hasznosat csinálni. Nézzük meg. Na, úgy meg két irányba is mehetünk, tök mindegy. Csak előbb egy fákját tegyünk le, hogy ne legyen probléma. 58-on vagyok, 58-on vagyok. Nem kell beírni, hogy yes, Mr. Moderátor kolléga mindjárt megcsinálja nektek a megcsinálni valót. Így van, majd a streamen kívül beadolom magamnak fixen a diákat. Amúgy az a baj a Minecraft-tal, hogy kegyetlen módon ráfüggök, mert most így streambe elkezdjük, és amúgy most egy csomó dolgot kéne csinálni, például ezt így szépé tenni. Hát most végtelen dolgot meg kéne tenni egyébként. Na, ott van a predi. Mi az, hogy 70% szerint nem találok Diamondot? Haló? Fixen ennyire nem bízik bennem a chat, VOD nézőknek mondom. Ennyire nem hiszik el. Szégyen gyalázom. Pedig már bugyog a láva, be fogjátok szopni, mármint, hogy
kegyetlenül bugyog már a láva. Amúgy itt már egyes sávba kellene bányásznom, nem kettesbe. Nem tudom, hogy miért kettesbe. Zéle. Srácok, a prediction... Ez hiába írogattok a chatre, hát ott van az interfész a Twitch-en. Hány vascsákán csináltam kettőt? De csak ilyen díj... Hoppá, na egy kis vas! A vas az már majdnem dia. Legalább tudom pótolni a csákányaimat. Áó. Nem fogsz találni, mert mire csinálsz egy másik csákányt, lejár az idő? Hát testrészem, de két csákányom van. Lehetnek ilyen negatívak az emberek. Hát az én közönségem lelkes emberekből állt, akik bíztak bennem, szerelmesek voltak belém, a Minecraft királyának tartottak természetesen teljesen jogosan, hiszen professzionális vagyok ebben a játékban. Mi volt az határidő? 17-14? Még van idő, hát még itt bármikor is beleszaladhatunk a dologba. Itt a következő blokknál egyből feltűnhet. Nyugodtan lassíthatok? Miért úgy veszitek észre, hogy... Mint hopp, egy homokos jellegű a terület. Ez jelent valamit. Még világon semmit például. Vagy az, hogy mögén fognak beszpónolni a mobok, azt például jelentheti. Hopp! Titokzatos zaj! Na erre nem számítottatok. Ott a... Mindjárt megtaláljuk a Ender Dragont. Ez a Ender Dragonnak a zaja volt. TNT-vel bányásszak, hát mindjárt a fejeddel fog bányászni, drága barát... Mármint bocsánatot kérek. Én itt most érzem, hogy jobbra kell menni. Hopp, ez ilyen valami más jellem. Mi ez, de? Mindjárt felgyújtom. Sehol nincsen Diamond. Sehol nincsen. Amúgy a fákján fog elfogyni. Nem is a izé lesz a baj. Nem baj, legalább vas. Hatalmas vasrönkök. Hatalmas az egy kis költői túlzás. Hopp, láva! Izgultok mi. Postok rendesen. De eltűnt alá. De ne vár! Ott a de ne... Fortnite játékos pévá vagyok. Aha. Na hát ez egy kicsit gond. Na hát ez több szempontból probléma, ugye? Ha? Ez még inkább probléma, de legalább... Ne. Ajjaj. Hát ez kicsit gond. Hogy a... Az Isten áldjon meg, de hogy pont a láva folyam közepére kell bejussak. Pedig itt van a Diamond, érzem. Na, de komolyan, hát a világ legnagyobb lávatengerét találtuk meg. Tiktak, rohadjatok meg! Jaj. Ott is ott van, de ez már a széle. Kijutok. Várj, ez azt jelenti, hogy fölöttem van a láva, ugye? A rohadt életbe. Haló? Nyugi, a bátrak fölfele bányásznak. Hopp! 13! A rohadt életbe!
Ne azt! Az nem ér, hogy nem tudom irányítani a videójátékot. Még nincs 14 a streamer program szerint. Nekem még nem 14, múlt nekem... Jó, most már 14. Csáva. Skriptelt a videó játszik. Yay! Azért történt így ez a predikció, hogy most megint az emberek 90%-a szegény Hirkset bántsa, hogy de még 14 volt, és a 14-iget másképp is lehet értelmezni, és újra számlálást követelek. Nem, így, 14-ig. Nagyon szépen köszönöm a gifteket, Anonymous. Ha nem pofáznál ennyit, most nem ment volna el 2000 pontom. Ú, Prometheus, de fölvágták a nyelvedet. Hát utoljára ilyen felvágott nyelvű ember, ugye édesanyja, mármint... bocsánat. Igen, hát... sajnálom, hogy csalódást okoztam ezúttal is. Na, most eljutottunk amúgy arra a pontra, hogy nem fogok visszatalálni, és nincsen fáklyám, úgyhogy kicsit vissza kéne menni. Mert most tök jó, hogy találtunk egy barlangon. Ahol még lehetnek dolgok. Igen, amúgy 2,5 órája, 3 órája húzom az időtöket, hát a csatorna pont a legkevesebb probléma. Ez több probléma, hogy... szerencsétlenkedem. Na, hol jöttem föl? Nem hoztam vödörvizet, mi? Persze, mi hoztam volna, az egy logikus döntés lett volna. Hol jöttem föl? Ja, itt. Így, és itt vissza kéne menni, itt akkor kiukadok a folyosómra elvileg, ugye? Ha nem csal az emlékezetem, akkor itt van a folyosóm. De lehet, hogy hülye vagyok. Teljesen elvesztettem 30 éves korom fölött a tájékozódási képességeimet. Nem innen jöttem. Hát nem innen. Most teljesen meg vagyok átalkodva. De innen jöttem, csak itt még távolabb van. Azért mondom. Gratula a győzteseknek egyébként. Prediktálásokhoz. Itt egy kicsit átalakítjuk ezt a folyosót, igen. Így. Hát persze itt ugyanúgy be fognak spónolgatni a mobok, mert ez kevés fény lesz, gondolom. Hogy legalább így ez meglegyen. És akkor visszamegyünk craftingolni. Hű, az egy nyugi. Az Isten áldjon meg téged, láva. Így. Ez így jó, ugye? Igen. Így. Na, majd legalább innen lesz obszidian. Hány darab? Egy darab gyémántot találtam, mi? Azért nem is ez a csatorna lenne, hogyha nem így jött volna ki teljesen a gyémánt találása predikcióval. Köszönöm szépen a támogatásokat, Anonymous, nagyon köszi a subgift bombot, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, srácok. Jó. Akkor megyünk haza.
szépen ügyesen. Örülök, hogy legalább egy darab szutykos diamondot sikerült találni. Legutóbb gyorsabban ment a diamond találás. Én úgy emlékszem. Bár az emlékek megszépülnek. Valaki látta mostanában két évvel ezelőtti Minecraft sorozatod? Már nem emlékszem, hogy volt. Most ezt itt végig kéne. Lassabban ment legutóbb? Mit csináltam az első streamekbe ott akkor? Ennél nyomorékabb nem lehettem. Ja, ott állatfarmot csináltunk az elején? Hasonlóan szenvedtem. Ja, ott házat építettem. Tényleg? Harmadik streamig nem találtam diamondot. Hát akkor meg mit panaszkodtok? Hát fejlődőképes egyén vagyok. Jó. Na várjatok, mit szedtünk? Most már egész sok ironunk van. Úgy. Kovakő. Ebből kelleni fog, ennyi kő nem fog kelleni soha az életbe, azokat kidobálhatom. Lett egy smaragdunk, annak örüljünk. Van szén. A fáklyám elfogyott, ugye? Botom van. Most majd az inventory-t is össze kell rendezni. Nincs botom, akkor csinálunk botot. Úgy. Csináljál fákját, kedvesem. Egy stackot, légy szíves. Úgy. Tegyed el a fátot. Tegyed el a fődet. Azokat kidobáljuk. Szén. Mehet be az is. Nyilvessző. Ott. Rothadt hús. A gyémánt. Ide kell, középre kell rakni, az a legfontosabb. Réz, az ennyi réz elég lesz, az biztos. Vazs, azt megtartjuk. Kőcsákány, remélhetőleg most már nem kell a kőcsákány többet az életbe, úgyhogy azt kidobom. Így. Így. Köszönöm. Tűnjetek el az életemből örökre. Nagyon jó. Ez a kovakő még mindig benn van a hotbáromon, nem tudom, hogy miért, de vicces. Hozzunk egy vödörvizet. Szennyezem a környezetet, igen. Jó. Most már úgy lassan a többi cuccból is kellene csináljak dolgokat. Ja, a botokat elő kell vegyem. Nem még bot. A sok bot. Miért van ekkora bot igénye az embereknek? Úgy. Na, vas, csáki. Jó, hát abból legyen még. Meg kéne csinálni, kard van. Fejszét megcsináljam. Ctrl Q-val dobja ki az összeset, köszi. Csináljak egy gyémántásót, minek? Nem kell, csinálok inkább egy fejszét, az legyen normális. Úgy. Többi az talán most nem annyira prió, nem? Ja, mindig mondjátok, hogy a fejsze többet sebez, mint a kard, csak mindig elfelejtem. Jó. Vasat is tedd el, mert melyek meghalni kelleni fog. Na! Menjünk még le. Most már, hogyha elkezdtük, akkor menjünk még le. Menjünk még le, aztán akkor most majd következő epizódba csinálgatunk ilyen nagy építéseket, akkor elkezdjük majd legközelebb a farmot, állatkákat, ezeket a dolgokat, jó? Igen, amúgy kenyeret, kaját kellett volna csinálnom, de... Úgyhogy majd most ott lesz az állatos epizód. Használj glitcheket, hogy nagyobb barlangokat találj. Boti, te meg fejeld meg a tier 3-as feliratkozást, kérlek szépen. Köszönöm. Köszönöm kedvességedet, a jóisten fizesse meg. Elég ilyen sűrűn a fáklyákat, vagy be fogom cummantani? Jó, mindegy, nyilván majd úgyis be kell ajtózni a bánya bejáratán.
Van elképzelésem, hogy milyen lesz a ház? Hát így vannak. Leöntsem itt az obszidiánt vízzel? Vagy mi a lávát vízzel? Vagy tök mindegy. Mondjuk akkor már inkább itt, mert akkor ki tudom szedni a redstone-t. De utána föl tudom szedni a vizet, nem? Hogyha leöntöm a lávát, utána felszedhetem. Nem? Összeemlékszem, hogy föl lehet szedni. E-sportjátékos vagyok, mit akartok? Jó, ezt ki kéne fákizni. Elnézést, hogy ilyen szavakat használok. Úgy. Add ide a redst... Várjál, ezzel szedhetem a redstone-t, ugye? Azaz. Ez kelleni fog a... A kiváló... izéhez. Mondjad már, beleesett mi. A kiváló hullámvasútunkhoz, amivel itt közlekedni fogunk, a majd 63 év múlva elkészül. Na. Hát akkor kalandozzunk itt tovább. Ez itt ennyi? Többet reméltem. Nem, ott még lehet menni. Nem, ez ennyi. Na, nagyon nagy barlangot nem találtunk. Bár ott még... Van rés? Nincs rés. De itt még van? Szóljatok, ha elmegyek valami mellett nyugodtan. Itt még azt hiszem volt vas. Mikor visszafele jöttem, mintha úgy láttam volna, de lehet, hogy be voltam diszkó lisztezve. De mi ez a szűk barlang amúgy? Ez egy barlang is, meg nem is. Ez milyen tektonikus lemezek találkozásához jutottam el, vagy mi? Érdekes. Halló? Lakik itt valaki? Víz. Lehet, hogy ez a izé? A vízes hasadék alatt vagyunk? Tudjátok, ami ott van a házunk mellett. Víz! Hú, de folyik! Hát de a fákjáim, ha hülye vagy, adjatok már valami blokkot. Hát mennyi vizenyő? Állj már meg te. Hát szegény fákjáimat ki fogja visszarakni. Ez illegális. Föl fogom őket jelenteni a járási bíróságon a vizeket. A szűk barlangokat szeretitek ti jobban felfedezni? Ennyi, ennyi. Milyen rosszak vagytok. Áú. Elképesztő sprickolások. Ja, aha, ott raktam át a fákját. Márja, jobb oldalra pakolunk. Hol volt a víz? Ja, valószínűleg itt volt egy vízblokk, amit befettem. De milyen szűk rések ezek. Na, egy jó redstone. Ez itt magányoskodon? Hol vagyok? Ez a rejtélyek városa. De denevérek buzgókodnak. Hol van a fat lootom, anya? Mik ezek a naturális kialakulások? A lapis, az mehet vazzsal a lapis lazuli? Hát próbáljuk meg. Aha. Elképesztő encsantolási alapanyagok. Azért szépen lassan legalább mindenből lesz egy kevés. Na ez... ott egy barát. Hölgyeim és uraim, mindenki rakja be az epikus muzsikát, QD Epic Music. Azért egy pajzsot nem ártana így ekvippelni szerintem. Verekedés idő! Azt hitted mi, de nem győzhetsz le engem. Mondjuk nyilván, ha nem robban föl, az egy fokkal ideálisabb, de... Nézd meg, és elindította a szomorú zenét a játék.
Elvesztettük Kreppert. Krepper a rapper. Szegény. Kéne valami jó nevet adni a creepereknek is. Szegényeket csak nincs tele hontalan szörnyekként kezeli a Minecraft community, pedig biztos vannak érzéseik. Az ott mi az, Kuki? Úgy érzem, hogy körbe-körbe megyek. Ez valószínűleg így is van. Redstone! Lajos! Lajos. Nem emlékszem, hogy volt-e nevük az előzőben, de Lajos lesz. Peti. Hát 14-es szinten vagyok, hát már a legmenőbb enchantokat fogjuk lassan itt megszerezni a testünknek. Elég kiábrándító volt ez a barlang. Ne azt rakd oda. Ez a Stranger Things főcímdala, elnézést kérek. Itt is bugyog a láva. Hanyas szinten vagyunk? 49. Néha így glitchelgetnek a textúrány. Jó, nem fog tovább, most itt nem kezdek el ennyire kiásni dolgokat. De azt nem tudom, hogy befalazgassuk-e azokat a részeket, amiket használhatatlannak minősítettünk, vagy nem találtunk semmit. Most elég messzire mentünk. Ne felejtjétek, keressétek a fákját a bal oldalon. Az mutatja a helyes utat Mordorba. Igen, itt bejöttünk egy ilyen kis résen. Ezt szerintem lezárhom. Na, valaki nyöszörgél. Haló? Hol vagytok, barátok? Hallottátok? Bra. Arany. Fett. Mit hiszem? Kicsit azért félek. Most már nem lenne elegáns meghalni. Most már nem humoros. Hello testrészek. Várjál, honnan jöttem? Onnan jöttem, ugye? Miért jöttem innen? Innen jöttem? Igen. Milyen végtelen barlangrendszereket találunk, de az összes ilyen kis szűkös. Mióta lett ez az update? Nem, itt a kettő között vannak, nem? Jobbra írja, de jobbra nincs semmi. Ez meg már az előző. Fölöttem. Alatta. Jézusom! Rám esett egy kiló homok. Csip, csip. Na jó, inkább találjunk haza. Erre el se néztem. Arany. Majd ezt az aranyat, ezt el kell trédelgetni a lényekkel. Mi az ötöm? Honnan jöttél? Annyira megijedtem, hogy offhandbe vettem a csákányt. Hova megyek már megint? Megint ilyen nem létező résekkel hatolok át. Nem lehet abba hagyni ezt a kalandot.
Visszajutok, ne aggódjatok. Itt hallom őket. Amúgy valószínűleg fölülről esett le a csóka, nem? Itt van valami ilyen lépcsőzetes jellegű dolog. Haló? Hű, bazd meg! Szia, szia, nő! Az anyádat! Bocsánat. Nyugi, ez ki volt számolva, így akartam. Némi ételt kéne a testemhez hozzávenni, mert nem készültem étellel, mert arra nem számítottam, hogy ilyen hatalmas nagy verekedések lesznek. Ugyebár? Ja, nem, azt inkább ide rakom most már a fákját. Na, ez egy kaland jelen pillanatban, hölgyeim és uraim, ez egy kaland. Aha. Ez egy creeper fészek, bazd meg. Hol jöttem föl? Itt jöttem föl. Halló! Jó napot kívánok! Nessali barát vagyok, közös képviselő. Örülök, hogy a barlangjukat látogathatom. Mekkora rések vannak itt? Na, ez már barlang! Hűte, vázs. Hiszem, nídelem. Leugrottál, hülye vagy? Kapta. Megint kifogyok a fákjából. Jó, nyugi, ott azt kiszedjük, láttam. Ez az. Ó! Kuli. Lehet, hogy kicsit bátor volt. Egymást lőjétek, hülyék. Ijjajjajjajjaj. Nyugi, most egy kicsit kezd necces lenni a szituáció jellegét tekintve. Ójjaj. Nem rip, nyugodjál meg. Ez a baj, ide a büdös életben nem találok vissza. Nagyon jó, fett loot. De még mennyire fett? Honnan jöttem? Már lő valamelyik Jonas Brother. Ott egy, ez ilyen kiálló képződmények. Nem lehet megállni, az a baj, hogy nem tudsz leállni, mert mindenhol lehet, minden is. Nézd meg mekkora vas csülkök. Ott buli van. Gyere! Azt hiszem, hogy haza kéne menni. Úgy érzem, hogy kezdem túlfeszíteni a szerencsémen. De hát ki kell szedni a vasat. Ilyen cseppkő jellegű, valóban. Nyugi, mindjárt hazamegyek. Nem lesz baj, nyugi. X-Pro játékos. Sosem hal. De még itt is van, de persze akkor találom meg a barlangok barlangját, ahol gazdag lehetek, amikor... Akkor mindenhol ellenségek vesznek körül, akiknek a testemre fáj a foga. Nézd meg, arany, vas! Srácok, a stream végére gazdagok leszünk, hát a Bravosi vasbankot meg fogjuk nyitni.
persze Diamond sehol nincsen. Ő, basz meg. Csá. Nyugi, majd visszajövök. Fixem, nyugi. Sosem rip. Sosem rip. Nyugalom, chat. Egyek, mit tegyek? Tülkös tótot fogyasszam el? Nem mindenki él ilyen luxusba, mint ti, a hardcore világaitokkal. Ahol ételre futja a pénzetekből. Nem mindenki ilyen gazdag Minecraft játékos. Mindegyesek. Innen jöttem? Hát leugrok, meghalok. Mentem meg. De a rohadt hústól mérgezést kapok, hát ne zsebételjetek már be. Vagy nem? Én úgy emlékszem. Nem hardcore. Nem hardcore. Maga a létezésem a hardcore. De a HP-d is megy föl tőle? De feltől csak meg kell állni. De nem merek, félek. Félek, hogy átvertek. Hazudtok. Megcsaltok. Az a találtam, inkább legyetek rá büszkék. Ha nem mozogsz, nem... Jó. Jó, jó. Tessék, tessék, elfogyasztom. Itt vissza tudjuk szedni a lootot. Jaj. Jaj. Jaj, de hát így nem megy feljebb, mert hát... És akkor most nem szabad mozogni, meg... Most akkor meghalok, ha mozgok? Átvertetek. Azt hiszitek. Azt hiszitek, hogy átvertetek, de nem. Ennyi, noobs. Nem tudtok megölni. Legyőzhetetlen vagyok. Egy kis kezdő csimoták. Azt hiszitek, hogy meg fog halni, és majd jól kinevethettek, de nem. Továbbra is, ez zérus halál. Zérus halál, legyőzhetetlenség. Most már nagyon hiányoznak innen a lépcsők. Jó. Nem fogok meghalni. Miért halnék meg? Dehogy halok meg. Soha nem halok meg. Nem lehet meghalni ebbe a játékba. Csak azok halnak meg a Minecraftba, akik elképesztően nubok. Ritka? Nem láttok elég, ez miért van itt nyitva? Ja, itt volt egy... Ja, itt van az egyik farm. Olyan fetre lootoltuk magunkat. Nem jön az Endre férfi, nem ver meg. Nem kell aggódnotok emilyen. Professzionálisan megoldottunk mindent. Ahogy kell, ahogy illik. Még az eső is esik, az én tiszteletemre esik az eső, nézzétek meg. Tudok aludni? Nem. Csont nyíl. Kövek nem kellnek. Arany. Vázs. De a vasat azt rakjuk be a tégeibe. Ez az. Szárnyalunk az XP-vel. Már van 16 vasunk. Nem tudom, mit csináljunk vele, de van. Rengeteg redstone. Tehát kiváló készítmények. Enchantolni is tudunk. A lapisszal. Tök jó. Fákját kell majd csinálni. Meg ételhiányban szenvedünk, ugyebár. Úgy. Úgy. Jó. Okés. Igen, kenyeret kéne sütni. Tényleg van buzánk. Azt hol, vagy azt nem kell sütni, azt craftolni kell a kenyeret? Nem? Hogy működik a kenyér? Ja, ezt szét kell szedni, ugye? Úristen, tehát ott van, hát infinit kaja. Hát azt hiszitek, hogy nem tudom, így kell a ott van, hát... Pro player! Szólítsatok Minecraft veteránnak. Így van. Minden tudok. Ott az egy gyémántunk tovább árválkodik szegény. Beesteledett, csicsi. Nagyon jó.
Hát ez eddig is nálam volt, de eddig nem használtuk föl, mert nem volt szükséges felhasználni. Tehát minden csak akkor használunk föl, amikor felhasználás indokolt, és már nincs más megoldás. Ez részletkérdés, hogy lehetett volna ezt elkövetni korábban is. Így. Szépen megtöltjük az igazság tavát. Nagyon jó. Na! Srácok, innen fogjuk folytatni. Mikor fogjuk folytatni? Fogalmam sincsen a saját menetrendemről, hogy mikor szerdán fogjuk folytatni, azt hiszem. 14:30-tól. A következő epizódban megépítjük a bázis alapját, jó? Tehát kicsit ezt így kipofozzuk, mert egy kicsit így hányás jelen pillanatban a lakhelyünk. Tehát szerdán az fog következni, hogy itt csinálunk egy szép lakot. Jó? Azt megcsináljuk, illetve elkezdjük a farmokat, begyűjtjük az állatokat. Jó, ez egy ilyen bevezető epizód volt, gyakorlatilag csak bányásztunk, tehát semmi hasznosat nem kezdtem az életemmel, de ne aggódjatok, a második streamben már elkezdődnek az építések. Tehát most megvoltak a nagy bányászások, a következő streamben jönnek a nagy építések, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Hát remélem, hogy azért jól szórakoztatok, nem tudom, hogy mennyire vagytok elégedettek, vagy mit vártatok. Most egy kicsit sok volt így a bányászkodás, de hát muszáj volt így az elején az alap nyersanyagokat megszerezni. Annak nem örülök, hogy gyémántból ilyen keveset találtunk, de ez az új update-hez még hozzá kell szoknom, mert le vagyok maradva egy csöppet. Remélem jól szórakoztatok, srácok, így évindító első streamnek megfelelő volt. Nekem is még föl kell venni a tempót. Nekem is még szokatlan volt, így ennyi kihagyás után, de jól éreztem magamat, úgyhogy azért remélem, hogy ti is. Következő streamben már érdekesebb megmozdulásokat fogunk prezentálni remélhetőleg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, aki cheert küldött, támogatott, subgiftek, minden pörgött ma ezzel, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Legközelebb már majd mennek a beolvasgatások is, úgyhogy aki úgy érezte, hogy nem kapta meg a kijáró shoutoutot, attól elnézést kérek, de ez egész évben pörögni fog, úgyhogy nem marad el. Mindenki másnak is, aki itt volt a cseten, segített, szurkolt, kinevetett, és egyéb hasonló dolgokat csinált, köszi nektek is, srácok, kellemes legyen az évetek, ilyen hangulatba teljen, és hát ha Minecrafttal nem is, de holnap is lesz természetesen stream, úgyhogy ne csak szerdán gyertek vissza, mert holnap is 14:30-tól videójátékozunk egy már-már mondhatni lassan retrónak számító játékkal, a Jedi Outcast 2-vel fogunk játszani, a Jedi Academy-ről talán még a fiatalok is hallottak, ugye ez annak az első játéka, ami nem igaz, mert az gyakorlatilag a harmadik, de Kyle Katarnos Jedi kalandok lesznek holnap, úgyhogy gyertek fénykardozni 14:30-tól, az a lényeg, meg hogy ragadjon a bélyeg. Kellemes napot, kellemes estét nektek, srácok. Köszi, hogy velem tartottatok. Szevasztok! Pa-pa!